Sisällä tekpätäärus vaan, osallistu kelärus vaan. Viva tukka leikka tupakkaa, tuda siksi tupusta. Eli kun vuotus mä reppu, no jyvyy must täytyy. Mä käytty pakli fäätty, äs ne voi must fäimmä. Täytyy ottaa viikin tilän, tuda siksi no mikä kisilän. Äs vesik musta koronaan, mä jäästu vähän pysustumaan. Mä miettäkää myös sinä, mä tistelän tät mä kvisetän. Tu musta on todiksi viettä, enkä mä keek vevän seenä. Tää jättä kvirän suutpuol, väkkäräkä dykkoa muutpuol. Borboli pitty kvärot, äs tuu väbden värhot. Tää tibiä ei färot, tää oot yritti ja tärot. Hursa linnan te bärnot, vesit basso meina säädot. Klosk tsiitsu, mykyttämus niinu. Näkärässyt nämivyk niimu. Ensinnä senkko räätruut. Ytsek jumruna haintsuut. Fede meneestos sabadot. Miitu tannusut on moderat. Fede pemfut fäätkut. Demiette mästö päätust. Messivät ylemmit päätkust. Nämivyk senkko ja tävust. Tudää siikta kviigre. Meksrottu biire. Senkki semnök fiire. Kysyjärä kuskat tiire. Tis mennäkö sitten? Nis mennäkö jarduun? Is mennäkö enkä minden? Kibosot tutsa sarkut, mi vagyunk a tudási, kerék súlyos arcok, a lelkünkben meg ott vannak a gettóból a karcok. Itt van Antinem hihú, mögötte azok nénú, egyenesen korádról, jöttem át a nyárból, elég voltam a gányból, meg a sok utcai vagányból, állomási csavargók, a tudás Anti rákapcsolt, autival járok, a Tibi meglambóval, elkaparunk benneteket a tetve saras hóval, a zsuki meg majd beinti a testeteket szóval. Tehdélet, nem félek. A bula szarból nem kérek. Naponta jönnek itt a nagy pénzek. Bármi gondban elintézem, elég drága lett az ízlésem. A nélkül hozd a piám, hogy én megkérem. Kurva nagyra nőtt már az igényem. Felkultunk a csúcsra, nézd meg. A hírnéktől vagyok én már részeg. Dudásség fele, mire nem élek. Sok lett az irigyünk, de tényleg. Túl sok lett az el rímben. De nem baj, mert így rímel. Ha nem tetszik a faszom, vedd be. Meg látod, fizetsz is majd érte. Tanti lett az én testvérem, ha bajba kerül, megvédem, hogy belinkáljál, nem kértem, aztán 50-t is már beértem. Ilyenek a tudásség, ha baj van, akkor nincs fék, neked viszont lőttek, nem tudom, ti mit hisztek. Felkultunk a csúcsra, nézd meg, a hírnéktől vagyok én már részeg. Dudásség fele, mire nem élek, sok lett az irigyünk, de tényleg. Túl sok lett az el rímben, de nem baj, mert így rímel. Ha nem tetszik a faszom, vedd be, meg látod, fizetsz is majd érte. Attends. Oh, c'est ton cri. Ah ouais. Allô. Csubisnak csak egy szevasztok, 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 nem igaz, bazd meg, hogy nem lehet aludni sok kis köcsög, főleg a maugli. Vannak dolgok, amiket most sem értek, a bandák miért meg húsokat mérdek, nincsenek az utcán rejtélyes alakok, cserébe mindenki árulja a falatot, étterem mafia, mindenki vágja, kalória háború ennek a zára, benne vagyok az iparban régóta játszva, mesterfokozatra mentem a csúcsolászva, a hős utca nektek, maradjon meg etalon, ugyanez a stílus, komolyan, mint nyugaton, Turinnak a lányát, meg fogom szerezni, kerek kívánsága volt, nem pedig habisték. Betépek a képbe a bomcsőre töltve, a hős utca bajnok már rég el van döntve. Nem kell a rinya, s nem kell a feszkó, ha szívozol neked szopó áraz a dresszkót. Fegyverek, kilóvés a cucca zsebemben, keresnél, megtalálsz az edzőteremben. Rosszak a róink, a pokorra mennek, a bosszunktól csicska, az Isten sem etnek. Kopók, a zsekkák, a jardok a nyomomban, az erő a véremben és minden soromban.
választ a célbújsz, megszoksz, hogy fekszel. Jó nagy a gödör, minden inasnak lesz hely. Megjöttünk magad, vigyázba vágjad, hogy itt neked lap jut a szíjába vártad. Gyarló az ember és bűnös az élet, a nagyobb kutya baszik, ennyi a képlet. Én tukatom önmagamat, majd az vonja segítenek megoldani gondjaimat. Jött mert betámadás rám, akkor is számíthat. Szóval nem is jöhet más, akkor is tartom a hátamat. Én is elválom tőle azokat, amit én megtennek érte. Ütgó kell az élet, magadnak kell, hogy felfogd észel. Így szok az ember vészel, ezzel a veszéllyel. Addig van életed, míg a nyújtsz a kézzel. És ha megszerezed, már mehetsz és a fleszel. Mászok meg nosztalgiázol, elviszel. És lépjét túlva helyre viszel. De ideje lép, de a végét teljesen nem veszel. Zállamod szöveget egy jó kis fleszel. Akasd jele. Este lesz át az éjjel, tudásék nyúlva le vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akar, csinálnak, amit csak akarnak. Beindult a biznisz, a tudás rekordéve. A sláger nyálnak, ők soha nem lesz vége. Eladom a lambumot és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi fengőt. Mindenhez értek, egy polihiszta vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt a lomot hívnak, hogy ajok. Ne szóljál be nekünk, mert egy bőrodra csapok. A fegyverbe tározva, meg készítve a kocsiba. Ha betámadnak minket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi se vagyunk csicskák. Eltelt az időbővel, leraktuk a vizsgát. Jegyezd meg, csöves a tudásik a bikák. Benézel a kocsiba, hátul ott vannak a picsák. Minden jobbok kijut, nem sajnáljuk a lóvét. A szexben nem a fontos, hanem a részvét. Eljött az este, lesz át az éjjel. Tudásék indult, ezzel vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akar, csinálnak, amit csak akarnak. Beindult a biznisz, a tudás rekordéve. A sláger nyálnak, ők soha nem lesz vége. Eladom a lambumot és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi pengőt. Mindenhez értek, egy polihisztor vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt a lomot hívnak, hogy ajok. Ne szóljál be nekünk, mert egy bőrodra csapok. A fegyverbe tározva, meg készítve a kocsiba. Ha betámadnak minket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi sem vagyunk csicskák. Eltelt az időbővel, leraktuk a vizsgát. Este lesz át az éjjel, tudásék indul, ezzel vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akar, csinálnak, amit csak akarnak. Beindult a biznisz, a tudás rekordéve. A sláger nyálnak, ők soha nem lesz vége. Eladom a lambumot és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi pengőt. Mindenhez értek, egy polihisztor vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt a lomot hívnak, hogy ajok. Ne szóljál be nekünk, mert egy bőrodra csapok. A fegyverbe tározva, megkészítve a kocsiba. Ha betámadnak minket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi se vagyunk csicskák. Eltelt az időbővel, leraktuk a vizsgát. Thank you.
történem nekem. Ilyenben a város élem, mint az életem. Nem riadok semmitől, csinálom a pénzem. Nem tudom, mit csinálok, én ezt csak érzem. Ez a pici pacsi lehet nagyon sáros. Mondom mindenkinek, mocskos ez a város. Megjöttek videlség, az egészségre káros. Iszogasd a kolládat, ma csak az lesz lájtos. De azt hiszed, jó lesz, mindent te terveztél. Találkozott tipzivel, mindent te vesztettél. Szedd össze magaddal, kevés vagy a streetre. Behúzott itt a csak mert méte. Vigyázz el nagyon, hogy merre fele sétálsz. Rossz könnyekre tévedsz és már perkálsz. Törje ki a fényre, csináld meg magadat. Ne edd meg ebből a hülye szavakat. Legyél mondjuk gangster, de add is te zsakad. Csinálj minden faszám, figyel a devre. Csubika, szavaztok. Szavaztok Csubi mindenkinek. Legkomolyabb változásokon mentünk keresztül itt. Ez volt a mai program. Parancsba kaptam, hogy a putrit el kell tüntetnem a sarokból, ahol streamelek. Úgyhogy el lett tüntetve a putri. El kellett mennünk tegnap a bútorboltba, és venni kellett porcokat. És ma felraktam. Úgyhogy ez az új helyzet. És meg kellett szüntetnem a putrit, amit én annyira szerettem amúgy itt körülöttem. Szavasz, Alek! Úgyhogy majd megjönnek a dolgok, kellékek, ledes dolgok, meg ilyenek. Amíg nincs, addig visszaraktam a régit, meg vettem egy ilyen bonsájt. Csak kurva jó kis bonsáj. Úgyhogy ő is helyet kapott. Szevasz, Lacus! Lesz ma is egy kis RP. Aztán meglátjuk, hogy szuperál a dolog. Ezt lehet megyünk, játszunk még valamit. Ötleteket várok, hogy mivel játszunk. Valami csé, vagy valami stratégia, vagy a faszom tudja. Vagy menjek, azt nézzek filmet magamnak. Kaszinó. Szerver látogatás. Mondjuk. Lehet megnézünk valamit. De még a fasz tudja. Na jó, megyek át live-ra. Ja igen. Át lett állítva izé. Így most már jó lesz. Tiszteletem, be tudna jönni az irodába? Tiszteletem, főnök. Sietek. Mi a helyzet? Van valami? Nem igazán még, de ennek mai nap így befejezik a dolgokat. Szavasz, Vito! Az utolsó részt azért kérthetod belőle. Azt, hogy... Ja, mindegy. Szép napot, főnök. Tiszteletem, uram. Sziasztok. Szavasz, Siriz. Hogy telt a napja?
Hát dolgoztam, szokás szerint. Ja igen, és jobban van, vagy még meg van fázva? Hát alakul, de még azért nem vagyok olyan jól. Orfújós gondolom még egy kicsit azért. Hát meg túlházós. Hát csak oda. Akkor legalább már tudjuk, ki fogja megkérdezni a nagyszájunkat. A mit? Hát, nagyszájunkat. Öreg poén. Nem ja, értem, lehet, ez még fiatal vagyok. Lehet. A Ferencről tudtok valamit? Nem, ma még nem beszéltem vele, de felhívhatom. Rendben. Persze, ha megtalálom a számát. Állj le. Képzeljétek el, a Feri lehet itt hagyja a nyomozóirodát. Hát... nem akarja felvenni. Szerintem még egy ideig nem fogja felvenni. Jobban szomorú. Miért várjuk a Jánost? Szeretem volna vele beszélni, a Kárdosz itt elmondott nekem pár dolgot, hogy mik történtek mostában. Aztán meg akartam hallgatni az ő részét is. Miért, mik történtek? Hát uram, a rendőrség konkrétan kijelentett a civilek előtt nekem minden nyomós indok nélkül, hogy szopjam le magam. Ami megengedhetetlen, szerintem. Melyik rendőr volt ez? Sean. És miért mondott ilyet? Mert engem az UFO Cafénál inzultáltak. Mármint, hogy nem inzultáltak, hát inkább hergeltek, hogy én rendeltem az UFO Cafénál 2 kávét és 2 valami nem tudom mit kaját. Mindeközben kintre láttam, hogy szétszúzzák a kocsimat 2 ember. Lefotóztam őket, majd kifutottam utánuk, ugye? Ámon kérni őket és kifizetetni a károkat. Na most az egyik fegyvert rántott rám, én nálam csak egy sokkoló volt, úgyhogy meg kellett adjam magam, nem akarok meghalni nyilván. Maszkot húzott el később, mert láttam az arcát, de már lényegében semmi megigyezhető nem volt rajta, meg apucsniba volt. És mindegy, a lényeg az, hogy rendőrt hívtam, majd kijött egy egység, egyedül, telefonálva. Tiszteletem, János. Tiszteletem. Természetesen odafutottam, hogy segítség, mert ugye fél perccel azelőtt hagyott, hogy engedett el engem a túlszejtő. Ugye? Közben kitöröltette velem az összes képet, amit csináltam róla. A fránya. A lényeg az, hogy kijött a rendőr, mondtam, hogy siessen, ott fut fél percnyire gyalog egy fegyverrel a kezébe. A rendőr kijön egyedül telefonálva, és elsüt egy ilyet, hogy ne remegjek, telefonál is, hogy maradjak csöndben. Mondom, jó van akkor, nem is kell, már rég elfutott, amíg maga telefonál. Csak akkor mondtam ezt így fölháborodottan, ez szerintem jogos volt, semmi sértőt nem mondtam, nem minősítettem. Viszont ő kijelentett, hogy szopjam le magam. Majd ezt civilek előtt is az UFO Caféban meg is ismételte. Büszkén hozzátenném, úgyhogy hadnagy. Igen. Ügyvéd úrról, tudtok valamit? Nem tudok semmit egyébként. Már akartam említeni János, hogy nagyon jól néz ki. Igen, nekem is feltűnt. Tiszteltem János. Köszönöm. Hadnagy úr. Hallgattam. Érdeklődnék, hogy esetleg van-e valami magas rendfokozatú. Nem dolgozok jelenleg. Kérdezzem be a rendőrségem. Lesben, köszönöm, viszont. Viszont hallásra. 4 órával ezelőtt aranyvállapos rendőr küldött el egy helyszínről. Na mindegy, lehet azóta leadta. És mit csináltál ott? Ja, ma is volt egy incidens, igazából egy hölgy minden ok nélkül bemutatott, telefonáltam. Kocsiba, telefonba, fölhúzott ablakokon keresztül kiszűrődött gondolom a hang, hogy mondtam, hogy mert ugye minden nap nélkül bemutattak nekem.
Gondolom látták, hogy nyomozó vagyok, azt úgy gondolták, hogy gangsterek. Aztán igazából mondtam telefonban, hogy várj egy kicsit, mert nem hallak, mert közben bemutatnak nekem valami. Edzik a karjukat valami bohócok, azt nem, mert közben kiabáltak is nekem, meg minden. Szia, van egy cigid. Azt elkezdtek követni, azt kiszállt egy hölgy, azt lekevert nekem egy pofont, majd elkezdett nekem ott két férfi is ágaskodni, amire elővettem egy sokkolót, ugye, önvédelmemből. Még nem sokkoltam, viszont matatkált ott a hátánál egy férfi, mármint az egyik, kettőből az egyik férfi. Aztán elővettem egy pisztolyt, nem tudhatom, hogy mit, miért nyúl. Jól is tettem, hogy elővettem a pisztolyt, mert egy mikro-SMG-t húzott elő. Föltart, hát úgymond... rájuk szegeztem a fegyveremet, és megmondtam, hogy aki fölemeli a fegyvert, azt lövés érheti. És közben véletlen folytán odajöttek a rendőrök, hála az égnek, én ezt meg is mondtam nekik, hogyha nem jönnének oda, én halott ember vagyok, mert nem tudom sokáig húzni az időt így. Kijöttek a rendőrök, segítettek, üldözőbe vették az elkövetőket, majd fél óra múlva el is kapták őket a rendőrség mellett. Ugye én feljelentést tettem ugye az elkövetők ellen, és 5 perccel később történt az, hogy elkapták őket. És oda mentem, hogy gondoltam, szabad ilyenkor oda mennem, hogy mondom, megerősítsem, vagy valami. De nem volt ebből balhé, igazából szépen elküldtek, én meg szépen eljöttem. Rendben, gyertek, elmegyünk a rendőrségbe. Feljelentjük a SAO-t kötelességmulasztás miatt. Bele fognak kötni egyébként, hogy hogyha nem volt emberi élet veszélybe, akkor miért nem telefonálhatott és miért kellett volna mennie. Én erre azt mondtam, hogy meresküdtett, hogy úgymond de az ilyen embereket ebbe őrizetbe veszi. Tehát, hogy konkrétan hogy ez miatt... emberi élet veszélybe, ha van nálna egy fegyver és téged előtte megfenyegetett? Ja, ugyanezt mondtam főnök, hogy azelőtt fél perce fenyeget meg, és hogyha jön egy járókelő, akit indulatból megöl, nem lehet tudni. Ezt mondtam neki. Egyébként ki is röhögött minket, mikor bejelentettünk egy ügyet. Aljas módon. De az nem az én ügyem, János. Még eléggé felhúzott, de úgy tettem magam rajta. Ja, igen. Majd most rendbe tesszük a dolgokat. Köszönjük szépen. Igen, mert van ilyen rendőr, valami seresnek hívják, hogy a fenek ilyen nagy focista. Aztán állandóan azzal rágom, hogy alkoholista vagyok. Pillanat, hív egy... Hív a káposztás, ezt fel kell vegyem. Mit szeretnél, Gustavo? Hát most biztos, hogy nem megyek, érted miért? Nem, ember, dolgozok. Minden rendben vanok, szabad. Biztos olyat csinálta, hogy megérdemelted, hogy lefoglalják. Le kell tegyelek, dolgozok, szia! Nagyon ennyi volt szívem. Miért tartasz kontaktot a Gustavval? Hívogat, nem tartok vele kontaktot. Hú, ez olyan, mint a izé, mint az albább végséges sajtos kifli. Trombitás? Igen. Hallod? Elkezdtem kergetni, érted? Kigáncsolt és... Fekete ki. Ez is villantott és sötétség. Aztán egy órával később nem tudtam hova tenni.
főnök úr, itt vagyunk a lépcsőnél. Pedig eddig bug volt. Nem. Már majd egy két hónapja magam örögött hagyta izét Balog nevet. Úgyhogy nem értem, mi a bajod van, Ox. Kaját? Hát de mit? Hol vagytok? Itt vagyunk maga mellett. Á, látom. Jobbra magán. Finál szívem. Milyen kaját? Örülni fogok neki? Mondjuk milyen kaja lenne az, aminek nem örülnék. Nem tudom. Elütötték a motoros telébe, becsapták. Ez mondjuk igaz. Azokat nem díjazom. Dalas, az is jó amúgy, igen. Szívem oldalas csinálsz habverővel? Most jól felhabosítjuk az oldalast. Aztán apróra pirítjuk. Pudingokat látok. Az milyen puding? Vaníliás? Dehogy nem, hát a szél viszi messzi a fellegeket meg a hangokat. Igen, Carlos. Ugye, stabilizálják az esetleges sérüléseket, van-e légzése, az van, pulzusa van, az van. Akkor a vérzést elállítják, utána ellenőrzik, hogy nincs-e létfontosságú törés, mondjuk... Na, tegnap egy órát vártunk itt körülbelül, mire jött egy rendőr. Igazából nincs, akkor beviszik. Érdekes, hogy lenne, hogyha nem lenne pulzusa, közben beszél? Na, itt tele van. Nem szendék az a tájé rendőr, hí! Szevasz, Dave! Egész nap esőnek egyébként, hogy meglátják, hogy nyomozók vagyunk, valami is loktól fogva, sarkon fordulnak, azt itt hagynak. Hm.
Kösz szépen. Hát ez nem fog könnyebb menni. Hát az nem tudom, tegnap is kb. Egy órát vártam. Te karátőrök. Még kirejött egy rendőr, mert a fejjelentő szerették tenni, ugye a rágalmazás miatt. Ha mondták, hogy kell egy ügyvéd, szereztem ügyvédet, szóval az ügyvéd mondta, hogy kéne egy tanú. De hát tanú nélkül, ugye már, hogy az a baj, hogy nem volt egyszerű, mert aki mentős ellátott engem, az meg nem tudják, hogy ki volt az, mert nem emlékeznek rá. Tehát így nem tudom megtenni a feljelentést. Majd egy legközelebb jön akkor. Jó napot kívánok! Tiszteletem! Miben segíthetek itt az uraknak? Esetleg belső ügyosztályos az úr? Még egyszer? Belső ügyosztályos az úr? Nem. És ön a legmagasabb létfokozatú jelenleg őrmesterként? Törzsőrmester vagyok, de nem a Markov úr. Igyekezzen lecserélni a vágyapját. Jó. Felhívom én. Ja, megvan a telefonszám az úrnak? Akkor hívja fel, mert most futott be, hát tud önnek segíteni, vagy önöknek pontosabban. Hogyha ilyen izé, így ahogy belső ügyesztárosként. Köszönöm. A Blurs mi? Lehet itt millió dolláros stúdió. A szerelmem közben habot ver. Mellettem, ugye szívem? Sikerült elérni? Megváltozott a telefonszáma? Megnézni, hogy ugyanaz vagy-e meg nekem, mint önnek. Pillanat... Mondja a telefonszámot. 592 kötője 7995. Pozitív. Hát akkor próbálgatom. Mindjárt jövök, megpróbálom előkeríteni. Jó? Köszönöm. Köszönjük. Mi az, hogy nem hallottok semmit? Nem találom az urat, viszont mennem kell, mert így van. Bocsánat. Bloodbell. Elment. Köztet ment el a vétel, meg az agyad között. Mit gondoltok, várjunk? Hát szerintem nem. Meg kéne keresni ezt az őrült libát, amik izé itt felgyújtogatta a bankokat. Még mindig nincs meg. Hát hogy lenne meg? Ne. Mert bemenjünk egy-két költ. Az a baj, hogy itt várakozunk, akkor elmegy az egész napunk erre. Igen, és az időnk az nagyon sok pénz. Így van, és egységre meg nincs ide. Szavaz, közben hallottam egy ügyön, a bányász posztogatók, van egy nevünk. Már három napja ezen vagyok rajta. És végre van a gyümölcse. Csak nem tudjuk, hogy romlott-e, vagy
érette. Na, kitette a feljelentést. Nem tettek feljelentést, csak sok volt a panasz, hogy bányászokat elrakogatják. Mi kipanaszolta? Mindenki, a bányászok. Ez egy szóbeszéd, főnök úr. Igazából csak megkérdezgettem, hogy mit tudnak. Aztán az egyik isten megadott egy telefonszámot, és ő a telefonszám tulajdonosa megmondott egy nevet. Santo Santos Miguel. Tudunk róla valamit? Kibaszott kölyög is. Meggyilkosság ügye. Gyertek, szálljatok át! Állami? Azzal, amelyik nézve látok egy drogdobort is? Igen. Tehát sok előharadás nem volt. Találtam a múltkor. Hogy is hívták? Varga Eszter? Igen. Hát ugye amikor visszakaptuk a levetet, akkor természetes halálként volt feltüntetve. Hát ez jó lesz. Nem nyilkosság. Nem hiszem. A papíron hátsó fali szívinfarktus volt. Hátsó fali ritmond, ez egy szívinfarktus. Igen. A másik autó belecsukva? Igen. Hogy is hívják? Emma King? Igen, Emma King. Így van. Egy bögyös csajszű. Mennyire bögyös? Hát, ez a bimbo az a szemet kiválja. Tehát látni fogjuk, hogyha majd megtaláljuk. Hát biztos. Mi történt? Szerintem egyszerű menekülés, meg baleset. Gyertek, bemegyünk enni. Szép napot! Mutasd meg! Ezt nézzétek, mit csinált a nagyi. Egy nagy vadiliás, csokis, piskótás, mindenség. De ez holnap reggelire el fog fogyni. Szevasz, Lüsszi! Két M-másos kólya, oksa! Pontosan! Jó napot! Szia! Tényleg vissza kellene majd jönni nagy autókkal, aztán kéne vinni be akkor az irodába kaját. Igen, kell vinnünk az irodába, illetve az üzleti... Ez egy lövés volt? Igen. Mindjárt jövünk vissza! Igen, rossz meg elfutott gyalog. Tudtam, hogy van szirénák, szerenek! Talán valami olyasmi.
ezek átfelejött, én úgy... Számba velünk, ott megy a rendőr! Istenem, nem is hallom az összeretőt! Ah, Rusty! Eltört az ujjam! Kicsit ferde, de... Lagd nem vissza, vérzik. Lagd vissza a helyére! Most! Ne! Lagd vissza a helyére! Nem leszek ferde vagyó! Már a Bálint felül... Basszus, fúj! Ne már! Lagd vissza! Tessék! Fúj! Picsába! Most vérzik egy kicsit! Dugja a zsebkendit az orrodba! Jó napot, elnézést! Jól vannak? Hát elnézzük, semmi probléma! Jól vannak? Nem vagyunk jól! Nem... Félbehajolt az autó. Mi volt az oka, hogy... Szeretném kifizetni a károkat, tiszteletem. Hát tiszteletem, mi volt az oka, hogy így száguldozott? Hát siettem haza ennivalóé. Ennivalóé? Akkor a gyomrom volt már maga éhes nagyon. Hát szoktam. Na, akkor tudja, hogy milyen. De akkor kifizettem, szerintem. Mentőt hívjak valakinek? Na, nem kell. Megoldjuk. Szerelőt esetleg? Hát az mondjuk... Szerintem elfér. Majd intézzük, köszönjük szépen. Ja, intézik, jó. Legyed óvatosabb lendben? Jó, elnézik. Viszlát. Viszlát. János, meg tudne nézni itt a karomat, kicsit fáj. Hát, oké. Picsába. Mondjuk mindjárt itt a izét. Az ujját itt az egésznek. Érez fájdalmat? Nem látom el törve. Tudnánk, hogy ott picit a csukromnál, akkor igen. Na, menjél kicsit óvatosan, hogy ez szerintem a csak zúzódás. Tudja mutogatni? Tud mutogatni? Tudom mozgatni, tudom rendesen, tudom forgatni. Csak nincs csak zúzódva szerintem. Csak nem semmi komoly. De semmi. Jó van akkor. Jaj. Az ember jól visel. Szerencsé, hogy nem ütöttem be a fejem. Ja, Petrik! Szia Józsi, láttam, kerestél. Igen, kerestelek. Nem sokára visszatérünk rá. Éppen kiiktattak minket. Kiiktattak benneteket? Igen, esetleg ha ide tudnál jönni, az nem lenne rossz. Jó, igyekszem, bár fekszem betegen a házba, de megyek. Igen, én is feküdtem eddig. Képzeltem, beteg vagyok, köhögök. Jó. Nagyon nekem... köhögök, fáj a fejem, folyik az ujjom. Aha. Hát én meg nem bírom mozgatni a karom, de jaj. Jó, figyelj, küldj egy pozíciót, aztán oda. Azért én betegebb vagyok, mint te. Biztos vagyok benne. Józsi, megyek, jó? Küldj egy pozíciót. Ledben kezeskedsz érte? De csak jobb kezeskedek. Rádbe, szia! Szervusz! Hol a picsájára, vagy mi? Nem, most már... Nem, itt volt valami feladat. Mindenki jól van? Igen, uram. Kicsit sosszínűtetek meg? Kicsit felcsuklom. Nekem a mellkasson meg az orrom kicsit. Hívok egy mentőt. Nem, a öv miatt fáj, de... József? Szavasz, Kevin! Halló! Segíthetem? Figyelj csak,
kicsit neki mentünk kocsival, itt a dolgokra kilőttek minket, aztán hát kicsit leamortizáltuk az erejét. Figyelj, hát, ki kéne jönni helyszínre, ha rájössz. De hova kell menni? Melyik helyszínre? Rájössz, és akkor küldöm a címet. Aha, rá, kimegyünk. Ledben, figyelj, talpon van a kocsi? Igen, igen. Hyundai Sonatához hozzád egy baros pénzszoldót, meg egy első rökhárítót. Jó. És ennyi. Jó, jó, küldök címet, aztán megyünk is. Látbá, köszönöm, szia! Szívesen, halló! Most elküldtem? Hello! Tisztelet! Szia! Ja. Kiszólt a rádió, nem is hallottam a hangját. Nem, te meg sem. Ki az? Halló? Halló? Megleszek. Mindenki nézze össze meg magát. Ez nem gyerekjáték. Tisztelt. Mi a napot kívánok? Hát kisodlottunk. Na kinek mi a baja? Ki érzi magát a legrosszabbul? Hát majd elbogyják. Valakinek esetleg nagyon fáj valamilyen. Carlos? Carlos Montanának van valami kis gondja baja. Ja, Petrik. Üdvözlet, Józsi. Mi a helyzet? Ugye a fiában jobban, most az ába? Otthon voltam, csak lejöttem az ingatlanból. Á, rendben. Helyzet? Csak a Reinával kellett beszélni pár szót, aztán láttam, hogy te is kerestél pár szót. De kisordultunk, vagyis kilöttek minket, pedig fel volt kapcsolva a sziréna. Milyen sziréna? Nincs is szirénátok. Le van. Hogy? Az enyémben van. Ja, értem. Na jó, hányan vagytok? Négyen. Hát az nem fog beférni. Hova? Hát azt hittem el kell benneteket vinni, azért jöttem. Hát akkor taxit hívok, Petrik. Ó, Isten, akkor miért kellek? Azért, mert nincs belső ügyosztályos ismerősöd. De van. Le tudnál szervezni egy találkozót vele? Persze. Most? Igen. Ben akarom jelenteni a Saót. Ó, akkor még jó, hogy mondtad. Hát neki a barátnője a B-üs. Micsába. Akkor hogy csináljuk ezt? Hát javaslom a felső vezetést. Mihailo. Rottmüller. Ezeket. Értem. Mit gondolsz, az megállja a helyét, hogy a kollégát lefegyverezték? Kitöröltették vagy az összes nyomozati anyagot, fegyvert fogtak rá. Amikor kiérkezett a Saul egyedül, telefonálgatott valakivel, a kollega mondta neki, hogy ott a fegyveres, ott szaladő, meg mondta neki, hogy ne jön meg ilyen, meg hogy leszophatja a faszát. Micsoda? Igen. Ez halljatlan, Petlik, és miért téged felháborít engem is, hogy így viselkednek a kollégáimmal? Hát mondjuk az engem is meglep, mert mondjuk a Sautó mondjuk nem meglepő, és elég érdekesen kezeli a szabályokat. És folyamatosan lejáratta a kollégáimat a civilek előtt. Ugyanezt mondta, a több civil előtt megszédítette a kollégámat, hogy szopja le a faszát. Szerinted, Petrik? Szerinted? Na beszéljünk valamelyik vezetővel. Ez hallatlan. Hallatlan, így nem viselkedhet egy lendőr. Hát ez tény is való, ezt én is osztom ezt a véleményt. Várjál, nézem, kik vannak, azt mondja, David Davis, ő meghalt a Dudásomtal, nem érdekel Dudás Tibor, nem érdekel. Ötvös, nem rendőr, Frigyes, az egy seggfej, Gustavo, hát az tök hülyehez. Kit hívjunk fel? Máté Péter meghalt. Azok tiszta halottak van tele a telefonon. Hát nem szerencsés a barátodnak lenni, úgy látom. Jaj, még jó itt a barátom, vagy nem? Hát végül is az is meglepett, hogy élek, nem?
Hát mondjuk teljes mértékben, igen. Ron Jones az polgármester, Ré az egy seggfej. Pálvölgyi, ki a tököm az a Pálvölgyi András? Fingon nincs, mindegy. Rottmüller Rudolf. Oké, okay, megvan. Hívjam fel, beszélsz vele? Igen. Önmagán is házon kívül. Tovább nézzük meg Mihálylom. Ja, góri közös, senki nem dolgozik? Tudokat nem dolgoznak, nem? Oké, próbáljuk meg a Liut. Már megjött a szerelő. Napot, halló! Sziasztok! Azt mondtad, szerelők jönnek, de ez csak Kevin. Mondjuk az igaz. Szavasz, Kevin! Hallottam ám, Patrik! Tudod, hogy te vagy a kedvenc álszerelőm? Semmi. Jó vagyok, meg vagyok. Jaj, tudom, senki nem érzi. Megnéztem közelebbről, hát az első ülést, mi a helyzet, mi a probléma? Nem hozzám a Józsihoz. A szék kocsi? Itt van, itt a Józsi. Igazán. Bármit nem velem van a baj, a kocsival, szia. Maga rendben van? Jó, leteszem, mint a ládás. Én vagyok, köszönöm. Jól van. Na, akkor jobbulást urak, bárjuk van, azt mondja, jöjjenek be. Viszontlátásra. Tisztelet. Köszönjük, viszlát. Hát itt az eleje egy kicsit több. Ja, igen. Szegény. Na jó. Ó, azt a kurva, ezt nagyon a koci alá kultam, de így legalább nem kell fölemelni. Nem az a... De kell, az a fekete sapkás törtöztem, hogy az a tonkat. Igen. Vegyem le akkor a balhácó keleket? Nem kell. Kárító. Már elkezdtem lecabolni az anyákat? Most már mindegy, megnézzük. Hol ajzik? Ki fizeti úgy itt? Hol a Speedy? Nem tudjuk, hogy van. Villám. Lehet, hogy furcsa, hogy nincs itt. Napja nem érkezik. Érkezik. Jossz átöltözött. Varga engem. János úr. Így van, átöltözött. Szerintem a villám az leszokott az energitáról, és azóta is ott maradt. Lehetséges. Úgyhogy tőlem ma kérdezte a káposztás, utána a rendőrség előtt ezt látott oda jött, hogy nyomozó-e még a villám. Ha mondom, tudtam ma. Miért kérdezte? Én nem tudom. De ez nem túl szokványos, most ezt így... Miért lenne nyomozó? Ezt is értem, ezt a kérdést. Milyen fokozatban is vagy? Őrnagy. Hát akkor végül is te is el tudod kapni, nem? A Shout? Igen. Hát el tudom kapni, csak gondoltam, hogy azért évezetésnek jobban örülnél. Hát nekem elég, hogyha... egy magasabb lehet fokozatú beszélni már. Akkor... egész pontosan hogy volt a szitu? Még egyszer mondd el kérlek. Elmondanád kérlek, Petliknek? Természetesen. A kávézóban éppen kértem ki a kávémat, az UFO kaféban ugye... Igen? Segítsek, Benji! Ha nem kell, a fasza lesz. Megpucolom kicsit a... Hát figyelj, kulvelő szomaló hat bolya, mint hogy nem is kell, hogy ilyen színűt hoztál. Aha. Az itt ilyen fehéret? Az a baj, hogy annyira összomaló hat, mit tudik fel. Fehéret. Vandálom, és például fogom fújni bele. Meg kéne ütni valamivel szerintem. Várj el, kiveszem a ládából. Benji, kell rá kerék. Ja persze, csak fel kell lazdítani egy kicsit. Aha. Vigyázzon, nyomozó! Rendőrt hívtam, amint elengedtem. Nem kimélem. Fél perc múlva, hogy elengedtek ott az... Ez mit csinál? Túlszejtő... Elengedett, fél perc múlva egyből odaért a kollégája. Ne azt a kocsit, hanem a végeredményt kell értékelni, érted? Kijött a kollégája egyedül egy kocsiba, miközben telefonált. Odafutottam az, hogy segítsen, most futott el. Fél perc előnnyel fut fegyverrel a kezébe, veszélyes bűnöző. És hogy akkor gyorsan eredjen utána, segítsen. Igazából ő erre annyit mondott, hogy maradjak csöndben, ne remegjek, telefonál.
Utána fölháborodottan tény, de tisztelettudóan mondtam, hogy tudja mit, akkor inkább hagyjuk az ügyet, már rég elfut, mire maga befejezi a telefonálást. Mondom, köszönöm szépen, hogy azért kijött. Erre ő rövidesen azt mondta, hogy akkor, hát vagy is mondjam, nem szoktam csúnyán beszélni, de hogy akkor szokja le a farkát. Így van. Aha, jó. Én erre felkérdeztem, azt mondta, hogy jól hallottam, majd mivel nem keresem a bajt, ezért visszamentem az UFF-kafébe, majd miután kiérkezett egy másik rendőr, egy 3-4 perccel később az incidens után, ugye bejött a show, meg valami másik bajszos rendőr úr. Ja, én is meghúztam a szamonokat. Kérdezgették, hogy mi történt, és akkor mondtam, hogy hát most már tök mindegy, de mondták, hogy személyleírás tudok, és akkor mondtam, hogy így nézhet ki, majd beleszóltak, hogy nekik személyleírás kell, nem a ruházata. Hát mondom, elnézést, nem tudtam hirtelen. Ah, köszönjük szépen, ulak, meg lennénk a melósszal. Hát nagyon jó. Kicsit több melósz volt vele, mint gondoltuk volna. És? Hát, Kevin, én mondom, hát nem tudnám, hogy most töltem össze. Simán elhinném, hogy semmi baja nem volt. De lényeg az, hogy most nincsen neki problémája, nem? Nem is értem, hogy miért. Na figyelj, mert nem tudják, mi az a prémium minőség. Já, mennyivel tartozok? A németekre mondják, 200 euró van. Köszönöm, Kevin. Igazán nincs mit, köszönöm. Jó munkát, szevasztok. Szia. Nektek is. Most indulunk. Tartsd egy kicsikét. Minősítésért. Seres kollégájuk ellen. Viszlát. Viszlát. Igen, az a lényeg, hogy rágalmaz engemet, hogy alkoholista vagyok. Minősít, János, minősít. Akkor minősít, hogy ezért vagyok, alkoholista vagyok. Eljárás közben minősíti a kollégáim. Ez már egy másik ügy, a lényeget azt megkaptam, megvan. Azt mondanám, hogy ez még ugyanaz az emberhez van, ugye ezt elmentünk bejelenteni, majd utána kiröhögött minket, hogy ne vegyük föl. Na most akkor ő miért vehette fel az UFO-ba, hogy én fölháborodtam? És még akkor sem mondtam semmit. Hát meg kikírta magának igazából, hogy na jó, megyek, rendezek valamit vele akkor. Jó. Elrendezzük a... Úgyis a songon kezd egy kicsit a bögyönbe lenni. Na jó, hát van, vigyázzanak magukra, jó? Hát nem lepetnék valami, van akkor hívjál, segítségre van szükséget, hívjál. És ismerek egy ilyen protézises klinikát. Hát azt nem hiszem. Jó, van, szervusztok. Petlik, jó, persze. Érted? Igen, tudom, hogy léteznek. Jobb, igen. Mint a hús és a vér. Nem fogok tudni váltani vele, tudod, nem tudom. A méretet, aztán rácuppantják a kezed le. A szádra is le kéne menni, méret, azt rácuppantani. Na, legyen jó és szobatiszta. Rádben, te is, szia. Rohadt szemét. Petlik? Nincs itt, elment haza. Figyelj, melyik kezeddel törőd a segged? A szobatisztaságról jut eszembe. Hát balla törlöm, jobban leszek, na szia! Én vécépapírral törlöm, csak mondom. Jó volt főnök. Igen, jó volt. Köszönöm. Hát akkor irány vissza. Ja, akkor ma váltsunk kocsit is, nem? Csak mindenki most ezt megcsinálva. Miért? Hát már mondták, hogy megyünk bevásárolni az raktárba. Hát kéne még egy autó legalább, igen. Ja. Azt csak duma volt most, egyelőre megyünk vissza. Jó van. Aztán már nem lesz ott. Szerintem, megérzés. Igen? Igen, tessék, városi gyomozó iroda. Szia, főnök. Van egy rossz hírem. De ugye... Rossz híred?
De nem fogsz mérges lenni, ha elmondom. Hát nem tudom, meglátjuk. Hát elegem van, hogy az én munkámat semmibe se nézi ott senki. Felmondok. De hát ezt te miből gondolod? Hát bármit csinálok, senkit se érdekel. Felmondok. Mit csináltál legutóbb? Felmondok. Hát... megoldottam egy ügyet egyedül. De már... Hát... Egy megcsalás. János. Igen? Bár egy picit mindjárt megnézem. Ki volt a bejelentő? Valami Flynn. Milyen Flynn? Ezt nem tudom. Flynnnek hívják. Felvetted valakitől a munkát és nem tudod mi a neve? Flynn, azt mondták, úgy hívják. De látod, főnök, most is belém kötsz. Ennyi volt, végeztem. Hát nagyon sajnálom, hogy így döntöttél. Én is. Még mindig káros a hambúrgeri iskolja. Igen, két, így van ugyanúgy a két kormány. Majd kikostázom a felmondatapéjaidat. Oksa, szépet hátra, amit sem megmerek dicseni az út a kormány. Jó, tökéletes. Kár érte. Vilmos egy rendszeresen megfenyegetett fiatalember egyébként. Jó, te azt hittem, mi rendszeresen megerőszakokat. Arra nem tudok. De most nyomozzatok már az Isten faszát, hát most fogjuk bedobni a csalit. Megismerj egyesítettem. Nagyon szépen köszönöm. Itt a két hamburger, és egy kóját megítsa már is kivesen. Megjavott egy kólát. Nem tudja, hogy hogy áll az üzletünk, a megállapodásunk? Csessék! A megállapodásunkról nem tud valamit, hogy hogy áll, ahol nincszal? Én nem tudom, az a főnökös Emmás nényi dolga. Hát tudom, Emmával beszéltem, de nem veszi fel a telefont. Te esetleg el tudod élni? Megcsörgetem. Rendben. Tőnk. Nem vesi fel. Hát az nem jó. Mikor beszéltél vele utoljára? Kösi. Tegnap szerintem. Tegnap? Úgy emlékszem, igen. Kulcsa. Nem sejette volna, hogy itt legyek addig a holmiban tegnap. Nem sejette volna, hanem nem mondott semmi feladatosat. Mert felhívtuk a Balázsosra, hogy Sia Emma, tudsz-e adni feladatot? Azt mondta, hogy takarítsátok ki a holmit. Én mondtam neki, hogy nem. Hát lehet, hogy ezért megsértődött, nem? És azért nem veszi fel. Lehetséges. De azóta kitakarítottam ma jeggel. Csíjog, bírog. De hát ő ezt nem tudta. Megírom neki SMS-ben, majd közi az ötletet. Szerintem mindenképp szól neki. Figyelj, csak szeretnék kérni egy nagy kólát egy Big Mac-tel. Nagy kólá és Big Mac. Egy Big Mac-ösünk az nincs, de van egy ugyanakkora holnis burger, Ami finom. Akkor abból kérek hármat. Oksa. Meg a kólyából is hármat. Oksa. Tegnap hány óra körül beszéltél az Emmával? Nekem tegnap se vette fel. Szerintem délelőtt kösen. Van valaki a bázison? Milyen bázison? Irodában, úgy kérdezem már. Máisodom itt a sok-sok bújgájosot, tessék, és itt a kólyásosot. Te ki vagy? És ez... 330-asba fog kerülni.
Lenne egy ember, jött ide, felvételni szeretni. Kossi. De te ki vagy, legyen meg a szívedet. Én szeretnék 6 darab pixelt. Máj is. Én tudná igazolni magát, Mr. Ezt hallja a főnök? Mikán? Gyanús. Mindjárt oda küldök egy embert, aki elintézi. Éppen egy ügyön vagyunk, de addig ott hagyom a többieket, beszaladok. Rendben vettem. Mire maradtam le? Elnézést, itt a rádiónak ki mondta, hogy van valaki az irodánál, az... Meg tudnám mondani, hogy hívják, mert nem ugrik be. Vagy becseni, bármi. Nem mondja meg, nem akarja megmondani. Ahol jönne a kérdésem, ez a frekvencia védett? Nem. Akkor óvatosan menjünk oda. Mobillárdiósok is meg tudják csinálni. Akkor valószínűleg az lesz a probléma. Nem mindegy egyébként, hogy fix frekvencián vagyunk, vagy frekvencia modulális helyzetben vagyunk. A frekvencia modulális, az hamarabb feltűnik. Ja, szerintem csak bepötyögte, hogy becsavargatta ott a rádió tetején a frekvenciát, aztán próbálgatta. Fagy! Várjál, fagy! Lehet, hogy... Miért álltunk meg? Hát mert elkezdte ordítozni. Van hang. Mehetünk tovább, nem... De nem azért álltunk meg. Igazán leszokhatnál erről? Nem tudom, de... Mit tudunk villámról? Azt fel akar én. Mondani, most hívott fel. Ja, jó, hát akkor egyértelmű. Érdekes. Miért? Akkor vajon miért kérdezte a Gusztáv, vagy mi ennek a neve? Lehet, hogy valami köze van hozzá? Nem tudom, de hát mi megkérdezi ezt az ember csak úgy, hogy ott dolgozik még. Úgyhogy még mi se tudtunk róla, hogy fel akar mondani. Mindegy, nem azt mondom, de szerintem kiadatta a rádiónkat. Nem feltételezem lóla. Nem, én nem érsem egyébként. Én nem is jó gyerek, ő egyébként. Látásból. Lehet, hogy valami rosszba keverték? Én nem mondtam, hogy őszentából adta ki. Lehet, megfenyegették szegényt. Hát igen, ki tudja. Neki ez. Ja, nem tényleg jelent. Ismerem az urat. Enke, parkoljunk bence. Mindig beférünk ide? Erőt, egészséget, uraim! Üdvözlöm! Jó napot, kiváló! Szép jó napot! Tiszteletem, jó napot! De kivel beszéltünk a rádión? Szerintem velem. Há? Maga honnan szerint... tudja a frekvenciát? Hát mivel itt dolgozok, hát... Á, ki maga? Jaj! Nem hát ismeri fel a kollégát. Én ki vagyok teljesen. Nem ismerem. De komolyan? Ő a Hayden kolléga. Hayden. Igen. És maga? Maga is itt dolgozik? Én szeretne jelentkezni. Akkor. Nem, a másik úr szeretne jelentkezni, ott a kockásosőben. Akkor mit kérdezik? Hát szeretnének? Persze. Igen. Egyébként a fehér szakkos srácnak volt a ötlete, hogy magukkal jó vajánlunk a rendőrségre. Akkor elgondolkozott, hogy te gondolom. Azt hiszem, mindent értek. Hát tűnjetek be. Cigarettázni szabad. Vito 26. karaktere, aki nem balog. Legben... Bárint ad ki a munkát, kezdjék megírni a jelentéseket, mindent, amit eddig munka Emmáról és a dolgokról, illetve... Igen...
szeretném, ha mindenki dolgozza az asztalánál. Rendben, akkor minket őket intézi? Persze. Jöjjön a barátja is. Jelentést írunk jelenleg. Mindenki eljön neki, mindent tudunk jelen máról. Jöjjön a rádion addig. Senki nem megy ki addig. Befoglalnak helyet, uraim. Rendben. Hoppá, a földre. Bocsánat, a kockás úrnak, kockás Ingi úrnak most lopták el az autóját. Micsoda? Az ellopták el, ebbe a pillanatba. Azt a minden. Egy bocsánat, hogy így közbeszólok. Láttad esetleg, hogy ki volt? John éppen kiment, mert azt mondta, hogy elég rosszul áll üdítőbe, gyorsan elmegy boltba és utána jön vissza. És pont akkor lopták el. Hát ez lopán szomorú. Salom, szabad vagy? Éppen meghallgatásunk. Csak úgy jöttem beköszönni. Ja, rendben. Készes, nem ügyvéd úr. Most szeretném, ha nem menne el senki, addig te is az irodádba foglald el magad, rendben. A rendben, természetesen. Jelentések. Köszönöm. Emma Kingről kettőd meg, beszéljük. Most foglaljad a helyet! Én megállok egy kicsit, ha nem probléma. Kicsit beállt a derekom. Már az első nap van. Ja, nem, csak meghúztam. Egy kicsit meghúztam. De jó, leülök akkor. Lehet itt cigarettázni? Nem, ez az égő cigaretta, ez csak dekoráció. Nem hallom, hogy mit mond, bármennyire is szeretném. Nem, hogy nem hall. Hát nem hallom. Hát ez, nem tudom. Te hallasz? Én igen. Na, akkor szerintem magával van probléma. Nem. Csak nagyon-nagyon halkan beszél. Halkan? Nem. Szerinted halkan beszél-e? Mivel mellettem ülsz, ezért én jobban hallom. De amúgy kicsit igen. Azt a mindenit. Most már jobb, főnök? Hát nem. Na, akkor kimegyek, akkor veszek egy cukorkát, meg akkor ilyesmi mindjárt jön. Hát szerintem nem sok segíteni. Bízza ide, főnök, mindent elintéze. Már várjon egy picit. Igen. Beállítjuk Vito mikrofonját is. Megnézem, hogy mi lehet a probléma, nyissa ki a száját. Aha. Igen, már látom. És... mire ment? Mi a diagnosztikája? Hát komolyabb beavatkozásra lesz szükség. Maga doktor is? Hát ami azt illeti, néztem a vészhelyzetet elég sokat. Nem, mondjuk azon is csinőttem be. Főnök, semmi értelme, hát nem hallom, amit nem értem, én amit mond. Szar az egész. Hát, maga műt megy, vagy inkább menjek valami doktorhoz. Meghívtam már a doktort. Rendben.
Jó, mi? Szava! Műsor. Mindig halk a hangom? Kurva halk vagy. Na várjátok, behozom a stúdió mikrofont, várjál, majd jövök vissza. Kimegyek ugyozni, vagy valami, aztán majd jövök. Hát akkor... Jó, és az jó lesz? Hát figyelj, ez fel van téve teljesen minden maximumra, és még mindig hal. Az azt a túloldaláról már alig lehet érteni, mit mondasz. Hát de ez egy füles pedig, és egy drága füles, szóval jónak kéne lenni, fogalmam. És hol van felhúzva a hangerő? De mindenhol. Ez az a szar, amit vettél fél éve? Aha, aha. Istenem, dobd már ki. Akkor is szar volt. 80 ezer. Attól mit még akkor is szar volt, fél órát használtad, azt kibasztad te is. Jó, hát a fiamnak adtam, most meg a fiam képével vagyok. Mindjárt jövök, és akkor behozom a stúdióba. Jó van. Na, sietek. Köszi, hogy jöttél. Várjátok. Egyéb volt. Jó. Jöhetek a csúsztól. Ciao. Nos, miben segíthetek a... Én szeretnék jelentkezni nyomozónak. És milyen indítatásból? Mivel elbeszélgettem a kollégájával, és nagyon megtetszett az állás. De mit mondott a kollega, amitől úgy megtetszett? Hát igazából mondta, hogy nagyon kedveltek a városba, és izgalmas rejtélyeket kell megoldani. Alapjára nagyon szeretem a rejtélyeket, meg információkat gyűjteni a dolgokról. És elég logikus embernek tartom magam ahhoz, hogy ki tudjam rakni a kirakóst. Hogy mit szeretne kirakni? A kirakóst. Puzzle-t. Eureka! Átvitt értelembe, persze. A kilakós. Tudtam én. Tehát más szóval jók a probléma megoldó képességeim. Értem. Tudtam én, hogy honnan volt ismerős az a maszk. Valamint reménykedek még abba is, hogy egy olyan csapat tagja lehetek, ahol ki tudok teljesedni, és ahol elfogadnak úgy, mint ember. Miért talán most nem fogadják el úgy, mint ember? Igazából ezt még nem tudom én sem, mert nincs nagy ismerességem a városba. Viszont az előző városokba, ahol megfordultam nyaralni, meg ilyesmi, ott nagyon nem szerettek az emberek. Nem tudom, hogy miért. Tehát, miért hogy az? Járok, vagy ahogy beszélek. Mert igazából... Amer! 1 000 000 nem éve. Mondta, hanem hát, úgy beszélt. Szevasz, örülök neked. Egy pillanat türelmét kérem. Köszönöm szépen. Bálint! 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 Hey, Dad! Szia, Józsi. Szia.
De nem a Héden vagy, ugye? Nem, én Károly vagyok. Igen, Károly, tudtam, hogy valahol ismerős vagy. Ez fél másod, nekem légy szíves három példányba, és ha kész, akkor hozd be az irodámba. Jó, jó. Köszönöm. Illetve keres egy állítós borítékot. A Salom jelenleg 5 rendőr próbáltam meg felhívni, ha senki nem elérhető, ahogy tudom beszélni bármelyik rendőrrel, akkor majd keresem. Jó, most jelenleg valószínűleg valami van, jó? Igen. Okay, légy szíves, vedd el a Kárlótól a papírokat, amit adtam neki, és fémásold le három példányba, és keres egy állítós borítékot, ha kész, hozd be az asztalomba, légy szíves. Rendben, már is. És mutasd meg Kárlónak olyan fémásológép. Rendben. Ott van benne a sarokban, nem lát, vagy nem találkozott? Megjöttem, ne adagudjon. Semmi baj. Mik a végzettségei? Iskolai végzettség? Egyetemem van. A gépészmérnöki szakon. Mit gondol, tudnálsz kamatoztatni? Tessék? Tudnálsz kamatoztatni ebben a szakmában? Igazából nem nagyon. Viszont én úgy érzem, hogy hozzá tudnék tenni a csapathoz plusz egy főt, aki ugyanúgy elvégzi a munkát, mint a többi alkalmazott. Értem. De mik a céljai? Igazából szeretnék venni egy lakást, mivel jelenleg autóban alszom. Még nem sikerült lakást vásárolnom. Szeretnék kiépíteni egy olyan baráti kört, akikben meg lehet bízni. Ez akár lehet munkatárs, vagy szimplán ismerősök, akikkel jóba vagyok. Szeretnék egy csapatba tartozni, egy jó munkahelyen. Valamint szeretnék majd venni még autót, és igazából boldog lenni az életemmel. Tehát elmondani, hogy mindenem megvan, amit csak szeretnék. Á, szóval a minden az ilyen tárgyasított önnél? Nem. Nem. A baráti kapcsolatok azok a legfontosabbak. Meg majd az idő elteltével persze családot is szeretnék alapítani, viszont az még csak a jövő homályában. Hát még nincsen női kollega az irodában, sajnos ebben nem tudunk segíteni. Jaj, nem probléma. Ebben erkölcs is hozott magával? Igen. Van erkölcsim, a pszichológiai vizsgálataim és fegyverengedélyem is. Nagyon jó, szigorított elköltsége van? Megnézem, de valószínűleg igen. Csak itt keressem elő, mert Jézusom, mennyi papír van itt. Igen, szigorított. De meg akkor megnézném. Leteszem az asztalra. Látja? Hagyja csak ide nekem.
Rendben. Tessék. Nem meg. Visszaülhetek? Természetesen. Érdekelné az ügyvédi pálya is? Hú, abba, hát nem tudom, nem tudom. Mennyire teljesednék ki. Ügyvédre most nagyobb szükség van. Nézze. Nem fogok keltelni magának. Mi is a neve? Jason. Jason? Milyen Jason? Walker. Jason Walker? Mi az érdekes név? Honnan jött Jason? Ez egy jó kérdés. Mivel nem kérdeztem meg a szüleimet. Jaj, hogy honnan jött a Jason... Nem a Jason név. Elnézést. Honnan jöttem? Angliából. Álljettem. Ott nősz fel? Nem, Angliában születtem. Meséljön a történetét, egészen érdekel, hogy Angliában hogy keveredik ide. Rendben. Londonban születtem, és 5 éves koromban, nem tudom, hogy a szüleimnek miért támadt ilyen ötlete, viszont úgy döntöttek, hogy ide fogunk költözni. Ők nem ebben a városban élnek, pont engem elküldtek. Szerencsét próbálni, mint a régi mesékbe, és sikerült egy autót vennem, abban alszom, tehát pizzásként dolgoztam eddig. Nem mondom, hogy jól keresett, mert nem. Rengeteg pizzát kellett kiszállítani, amit tudtam érvényesülni. Tudja, mennyi itt a fizetés, Jason? Nem. Nem, mi lenne az elvált? Mi a béligénye? Igazából nekem nincsenek elvárásaim, mivel én úgy vagyok vele, hogy amennyit kerestem pizzásként, biztos több lesz. Értem, hát nálunk 600 eurós fizetés van. Na, az jó amúgy. Az tökéletes. Na, nézze Jason, megmondom őszintén, nyomozom van, és nagyon jó nyomozóim vannak, és nagyon jól csinálják azt, amit csinálnak. Ügyvédből viszont csak egy van nekem. Ha elvégzi az ügyvédi pályát, és itt majd az irodánál, akkor megkapja a nyomozói beosztást is. Értem. És ezt az ügyvédi egyetemet, ezt hol lehet elintézni? Most megkérdezi az ügyvéd kollégájától, és mindenben segíteni fog. Rendben. És egy telefonszámot esetleg kaphatok? Az enyémet? Nem, az ügyvédét. Nos, itt van bent az épületben. Igen? Mit mondtam, van egy ügyvédünk. Igen, azt tudom, csak nem tudtam, hogy jelenleg itt tartózkodik-e. Itt van, igen. Szóval, ez úgy nézze ki, Jason, kitöltjük a papírokat, megírjuk a szerződést, és egy gyakornoki pozíciót adok önnek. Természetesen adunk munkaruhát, munkakocsit tudja használni, és nagyon alaposan ráfekszik az ügyvédi pályára. A kollega egy nap alatt levizsgázott. Igazából, ha jól felkészül, ez nem egy nagyon sok idő. Szóval közben kapni fogja az oktatást a nyomozói pályára is.
Érti, mit akarok Jason? Egy Jolly Jokert akarok magából csinálni, egy kurva Jolly Jokert! Értem. Mit gondol, megfelel ez magára? Persze. Nagyon jó. Hova is laktam? Éppen ha nem bánja, akkor eszek és iszok egy kicsit, mert elég szomjas és éhes lettem. Hát csak nyugodtan. Finom csirke. Ledben töltse ki a papírt. És kóla. Szólja, ha megvan. Jelenleg beregisztrált munkanélküli? Nem, jelenleg pizzafutár vagyok. Hát a szívás. De megyek is fel. Jó, rendben, kitöltöttem. Lehet. Egyé? A fegyver engedélyed, ezt szeretném látni. Van, persze. Tessék, itt van. Köszönöm. Szevasz, Csutika! A Kupak meg a Laura kilépett a Cripsből. No, akkor rosszra halladod a munkaügyre. Rendben, sietek. Jövök. Pár perc. Rendben, siessen, nehogy zárva legyünk. Bálint! Tessék! Akkor fogd meg az egyik papírjaidat, amiket összeírtál. Az ajtót kinyitaná, legyen szíves. Persze. Ez volt vicces? Nem, nem vicces. Azt hittem minden alkalommal, amikor ki kell nyitni egy ajtót, akkor röhölygő rohamot fog kapni. Jaj, nem, csak... Vártalak 10 órakor, azt egész nap egyedül voltam. Ennyi, hogy ezeket sajnos csak egy egyesével lehet másolni. Bálint! Igen? Olyan lófasztart 15 perce kértelek meg, hogy 3 rohadt papírt fénymásoljatok le ketten. Kicsit elhúzódott, segítettem a jelentéssel. Mi? Ki folytat írta? Olyasmi, igen. Vagy lemásoltátok papírra kézzel, vagy mi történt? Nem, a tinta. Úgyhogy egy kicsit ezzel még... De most már működni fog, Bálint, mit gondolsz? Az elkövetkezendő 12 órában szerinted tudod nekem ott kézbesíteni azt a 3 papírt? Persze. Nagyon jó lenne, sokat segítené vele, Bálint. Az úriembert nem vették fel? De igen, csak elküldtem a munkaügyi központba. Ja, értem. Találtatok állítós borítékot? Igen, találtunk. Volt benne az asztalon. Buborékos? Mármint a belsőjén buborékos? Nem, a külsején, bármi. Hát de a belsőjén. Nem értem, hogy miért kell buborékosnak lennie. Hát. Azt inkább tárgyaknál szokták. És honnan tudod, mit lakok bele? Tiszteltem. Tiszteltem. Rendben, akkor várom majd a papírokat. Mindenféleképpen viszik. Na, egész jól sikerült a műtét. Nem is kellett műtét, egy kis méz, meg ilyesmi, de a teljes helyre hozott. Nagyon jó. Na, foglaljon helyet. Na, rendben. Mit is mondott, mi a neve? Anthony. Mi az Anthony?
Dalton. Hogy tessék? A Dalton. Dalton? Igen. Hát Balgont értettem hirtelen. Hát nem, Dalton. Anthony Dalton? Igen. Nagyon örülök, Anthony. És mondja, mi veszélyelte önt ide? Megmondom az őszintét, már 3 napja próbálkozok a rendőrségnél, de... Ja, megmondom az őszintét. Kokain függő, Anthony? Nem, egy gyerekkori, egy ilyen félresikeredett műtét. Ja, azóta egy kicsit, ja, ilyen, nem tudom, mint ugye mindig ki lenne száradva az orrom. Á, akkor nem kokain függő. Nem. Értem. Nem. Elítélem a drogosokat. Helyes. Szóval mondja csak, hogy akkor mi is vezélelte önt, hogy ide jöjjön, és megpályázza álmai állását? Hát meg az őszintét először rendőrnek akartam jelentkezni, de ja, eléggé. Hát úgy néz ki, hogy maguknak való, mert 3 napja próbálom őket felkeresni, de sose állnak velem szóba. Aztán volt itt ez a srác, aki itt volt ebben a fehér ruhás úriember, azt mondta, hogy van egy városban egy ilyen magánnyomozó, akkor gondoltam, de itt is szerencsét próbálom. Na, felmondtam. Lehetben fogd a jó helyet, és mondja, miért érdekli ez a pálya? Hát őszinte leszek, a nevelőszöveim, ja, nyomozó volt, ja, édesapám, aztán az ő nyomdokaiba akarok lépni. Nyomozó volt, vagy magánnyomozó? Nyomozó volt. Hát biztos, ha tovább tanult volna, magánnyomozó lett volna. Igen. És mik a végzettségei, Anthony? Végeztem a főiskolát. Körülbelül ennyi volt az egész ilyen nagyobb dolgokban még sose vettem részt, most mentem volna egyébként a HIA Rendőr Akadémiára, de sajnos kellett költözzek otthonról, szóval megmondom az őszintét, csak azokra tudok hivatkozni, amiket láttam édesapámtól, szóval papírom nincs róla. Miket látott? Ki tudná emelni pár dolgot, amit látott az édesapjától? Megmondom az őszintén, annyira nem akart belevinni a nyomozói dolgaiba, csak mindig azt tanította, hogy, ja, hogy a bűnt azt kerüljem. Mindig tisztességesen próbált engem nevelni a igazságra. Szóval, na igen, ezt a dolgot szeretném továbbvinni itt is a munkám terén. Furcsa neve. De honnan jött Anthony? Brooklynból. Amerika. Brooklyn Amerikában van? Ne, de igen, ott van. Hát ezt nem is gondoltam volna, Anthony. Hát, minden ember tanul. Maga honnan származik? Én innen. Értem. Itt is született? Hát nem. Hol született? De most én kérdezek el, Tori. Ja, persze, természet, elnézést. Amúgy Spanyolországba. Szóval mi hogy keveredtek ide? Érek ki a elsőbség. Ezt tanította apám. Hogy? Hát, hogy többes számba kérdeztel, gondoltam, akkor megadom neki elsőbség. Igen, önök és a családja hogy keveredtek ide? A családom az még mindig Amerikában van. És ön? Ön már nincs, ezt látom, de hogy nincs? Hát, megmondom az ősz. Tehát 37 éves vagyok, úgy voltam vele, hogy már ideje kilépni a kis családi kuckóból. Aztán
Ja, gondoltam, ez egy jó úti cél. Egy jó úti cél. Sok jót hallottam erről a városról. Kitűnő rendőri jelenlét van a városban. Akkor gondoltam, mit nevet tudok magamnak csinálni, és akkor akkor Amerikában is felfigyelnek rám, és akkor esetleg idővel oda is majd, ha visszaköltözök, akkor ott is tudok munkát kapni. Szóval nem szándékozik itt maradni sokáig? Egyelőre megmondom az őszintét, se kutyám, se macskám. Egyelőre csak a munkám kötne ide, de hogyha esetleg úgy adódna, hogy összeismerkedek egy megfelelő hölgyel, akkor természetesen itt is el tudnám képzelni a életemben. Értem. Elkölcsi bizonyítványa van? Nincs. Hát akkor mindenképp ezt el kell intéznie. Igen, azért fáradtam be, hogy tudjam, hogy milyen papírok kellenek magukhoz, milyen végzettség, és akkor azokat elintézem, aztán jövök, és akkor intézzük a többit. Milyen végzettsége van amúgy, Antoni? Már mondtam, főiskolát végeztem. Ennyi? Ennyi, igen. Mit tanult a főiskolán? Hogy mit tanultam? Hát mi irányba ment? Egyetemen voltam. Elég sok dologban az egyetemen, gondolom maga is járt egyetemre. Rég volt már, gondolom nem tudja maga sem átfelét se. Jó, már nem szadizom szét. Egyébként maga is főiskolára járt? Vagy egyetemre? Én nem jártam. Úgyhogy? Hát a családi helyzetem nem engedte ezt meg. Értem. Akkor iskola nélkül azért sokra vitte. Hát igen, én megnyitottam az irodát. Enyém a cirkusz, Antoni. Gratulálok. És akkor maga a fő bohóc, vagy ez hogy szokták mondani? Nem, én a mester vagyok. A kiképző. Kiképzőnek sem mondanám magam. Én vagyok az agy ebben a nagy testben. Na, szívesen tanulnák magától. Rossz lendben. Mert hogy akkor menjen csinálja meg a szigorított elkölcsit. Szigorított? Az igen. Mit jelent pontosan? Csak mondja, hogy szigorítottra van szüksége. Értem. Gondolom összeköttetésben van a rendőrséggel. Ebben vagyunk összeköttetésben, igen. Esetleg valakinek tudna szólni, hogy szóba álljanak velem, mert a 3 napja próbálom őket keresni, de mindig fontosabb dolgok van. Tiszteltem, József. Üdvözlöm, hadnagy úr, az irodából telefonálok. Esetleg dolgozik már? Persze, dolgozok. Így van. Lemek is nagyon elfoglalt a hadnagy úr? Mit szeretne, uram? Mert állok rendelkezésre, hogyha nyomozati ügyben kell segíteni. Nem nyomozati ügy. Egy elkölcsi bizonyítvány lenne szükségem, és elég sürgős lenne. Bent van a kapitányságon? Az úr ott tud lenni körülbelül másfél percen belül. És kinek kell ez az erkölcsi? Tulajdonította az autómat. Az egyik friss kollégának. Hogy hívják? Antoni. Mi a rendes neve, Antoni? Dalton. Antoni Dalton. Igen. Jó, küldje be a kapitányságra. Színesbőrű piros kockásingbe lesz. Rendben, köszönöm szépen. Rendben, az csörgessem. Az ongában fogja magát válni.
Jó, oké, okay, köszönöm. Köszönöm, hadd nagyul, lekötelezett. Viszal. Viszal. De megyen Antoni. Magát egyébként hogy hívják? Városi József. Üdvözlöm, József. Egyébként szerintem akkor átmentem az első tesztem, mert ugye azt mondta, hogy ez csak egy dekoráció, de utána maga is rágyújtott, szóval tudom, hogy csak ez egy tesztkérdés volt, szóval jó voltam, főnök. Nagyon megüldözöttem, Tony. Mindenhol, ja, akkor jó, akkor merre kell menjek? A rendőrségre? És kit kell keresse? Keresni fogják magát. Engem fognak keresni? Igen, Tóth József hadnagy fogja önt várni. Tóth József, jó, köszönöm. Valamit még kell, valami fegyvervizsga esetleg? Majd vagy, azt a cégálja. Haladjon, Tony, haladjon! Rendben, megyek főnök. Nos, Walter, James? Jason Walker. Á, vagy nem. A következő. Rendben van, akkor ezt már kitöltötte. Nos, jöjjön. Itt vagytok? Gyorsan az új kollégát eldobom a rendőrségre. Rendben, ügyvéd úr, itt van? Már itt megvan az ügyvédú telefonszáma esetleg? Megnézem egy pillanat, de szerintem igen. Nekem megvan, mondja. Igen. Várom. Hallotta értetően? Nem, semmit nem hallottam. Trováció, akkor várjon. Szóval 731 kötőjel 62 30. Köszönöm. Ez mi volt? Maga kiabált. Azok, de megijedtem, hogy itt túlbékat. Talom, mindjárt visszahívom, csak éppen ügyem van. Rendben, siessen, vissza. Rendben, létről. Az autóval. Milyen kocsi volt?
Lancerevu. Nem, az ő. Aztán meggondolkozta az ajánlatot? Igen, kaptam is egy próbaidőszakot. Örülök, örülök. Aztán egyébként, hogy mellettünk döntött. Á, megvan! Igen, igen, megvan. Á, igazán nem nyugodt, hogy teljesítmény bármi. De kicsit, hát hogy mondjam, kicsit nem akarta az igazságot a nyomtató. Rendben. Köszönöm. Nagyon szívesen. Rendben, Mányit és Kárlós, vigyétek el az új kollégát beöltöztetni. Kárló, te élsz velem. Jó. Ha végeztetek, csatlakoztok értettük hozzánk, rendben? Jelenleg, hogy jöjjön, kérem. Kiparkolsz nekünk? Magános fegyver, jó, Kárló? Jó, a Range Rover-t hoz, léci. Szolgálati? Igen, igen. Lemek. Nem, az itt a fiókja megint aktív volt. Bocsánat, főnök, el tudnám mondani megint? Igen, nem, az itt a fiókja megint aktív volt. Már is nézzük. Elindulunk a keleti autópályán. Ez csak egy régi kép, főnök. De ő posztolta. Ez valóban így van. Sietnünk át, ha most meg lesz. Tudod, hogy itt a GPS-en a 68-as úti bankot. Segítségetek, utána fordultam egy fekete raptornak a keleti autópálya, ahogy a város felé.
A város felé tart? Lőker! Megyünk. Nézzétek, hogy mikor jön be a városba, és ha megállt, akkor felolnival kiszállítjuk. Hát, ezt vettük. Hát egyesen, mert csak annyian vagyunk. Nem látom már. Itt voltál, amikor gyakoroltuk a felolít? Igen. De már lejött? Nem láttunk semmilyen raptort. De hamarabb meg akkor felmehetett a hídon. Akkor megnézzük a hornéznát. Megben. Üdvözlök, Borozó. Ó, Sálom József, a hallgatom, most végezte a lehetőségem. Ha van egy új kollégánk, a külvédi pályára szeretnék küldeni, szeretném, ha a gondozásába venni. Rendben, gyorsban elmegyek még akkor oda. Ott vannak az irodában? De most jelenleg keresünk egy kocsit, és valószínűleg követünk valakit. Ahogy vége, megkeresem. Rendben, most 8-kor lesz egy műtétem, az utolsó műtétem, és akkor utána szívesen beszél. Nagyon jó, rendben, visszaáll, sok sikert! Köszönöm, lejt rá, József, lejt rá! A hornéznál csak egy Porsche áll. Rendben, menjetek ki akkor a 68-as úti bankhoz. Indulunk. Iszkezi, csókolom. Hello. Jó napot. Szeretnék egy Duda módosítást. Rendben. A rendőrségit szeretném belakatni. Ezt? Igen. €148 lesz összesen. Ezen kívül nincs más. Nincs más, köszönöm szépen. Viszontlátásra. Viszlát. Viszlát. Miben segítettek? Megindulunk mi is. Rendben, most érünk oda mindjárt. Rendben. Woo!
Szavasz, Gábor! Csumi Tigi! Be van kapcsolva az övet? Be van, igen. Keresd meg még egyszer a bankot, légy szíves. Szavasz, Viktor! Már ugyanúgy van? Semmi, ugyanúgy áll a helyzet, mint múltkor. A hölgy a boltban nem látott semmit. Bemegyek a Bennocsekbe, megkérdezem, hát ha látták. Nem merem be. Igi, nagyon szépen köszönöm! Jönnek? Igen? Van egy kis probléma szerintem. Éppen az új kolléga elkezdett mellettünk telefonálni, a Tony. Nagy mennyiségben akar venni egy ismerősétől kokaint. Mi van? Kicsoda? Az új kolléga, akit most vett föl. Szerintem ez többről szól. Most kérdezgetik. Ez nem vétel, nyugodjanak meg, jöjjön vissza. Szép napot! Jó estét kívánok, kezdjük csókolom! Hogy vannak? Jól köszönjük! Városi József vagyok, a Városi Nyomozói Irodától. Emlékszem magára. Igen. Nos, a felgyújtott bankok ügyében nyomozunk, és szeretném megkérdezni, hogy nem tapasztalt bármi furcsaságot errefele? Nem, igazából amikor én meggyújtottam, mi a felénél úton? Köszönöm szépen a tízest! Tudja, hol van a garázs, biztosan. Hogy mondja? Tudja, hol van a 68-os úti garázs, biztosan. Igen. Tudja. Igen? Van egy Ramon, aztán tudja, amikor nagyon fáradt vagyok, így melúltan ledöllök platóra, aztán így reggel fölkeltem, akarom fejem, nézem a pénzt, aztán Jézusom, mondom, ennyi pénz maradt nálam, ahogy megkerestem ugye a tegnapi jaktot, csak olyan buta voltam, hogy elfelejtettem letenni a bankba. Mert nem az volt az eszembe, hanem az, hogy minél előbb letudjuk a szájba. Aztán mondtam, menjél, megnézem már a bankot. Mondtam, mi a franc?
És akkor láttam, hogy így fő van gyújtva a 8-as úti bank is. És akkor így megkérdeztem az ismerőseimet, és mondják, hogy ott bent a Pinkage Motelnél is, meg akkor ahol a Provost is van, annak a háta mögött, és én meg így, mi az ördög? Tehát így, igen, nem tudom képzelni azt, hogy ki az ördög, tehát ilyent. Megkérdeztetem a hölgy nevét? Csak a megszólítás miatt. Lilla uram. Á. Főnök magának megvan az Emma Kingnek a telefonszáma? Ismer esetleg egy bizonyos Emma Kinget? Emma Kinget? Igen. Nem hallottam még a nevet. Ahol hívnak a tulajdonosa? Emma King. Ja, hogy az az Emma, mert két Emma is van, az egyik ott dolgozik, az kinn a gymbe. Az egyik a másik King. Ismerem, de csak így futólag az igazat megvalva. Nagyon sok mindent nem tudok a hőtről. Nem hiszik lássatok, hogy mikor látta őt utoljára. De szintén, megmondva, fogalmam sincsen. Nem is tudom, amikor találkoztunk utoljára, talán... Szóval, hogy... Talán tavaly... augusztus környéke. Szeptember. Tényleg nem tudom, mert nagyon rég volt az már. Na, semmi probléma, persze. Legben van, hölgyem, köszönjük szépen. És szívesen. Vigyázzon magára, viszlát. Köszönjük, viszlát. Önök. Igen. Merre van? Ugye a csekben van még? Napot. Most jövünk el. Maradjunk meg itt a banknál, vagy menjünk vissza az irodához? Legyetek mozgásba a város fele. Rendben, de még majd elviszük még közben eltöltöztetni akkor a kollégákat. Rendben. Mind a kettő nálatok van? Igen, igen, itt vannak velünk. Hoppa, szus. Hoppa. Remélem nem karcolta meg a kocsit. Digi, köszönöm szépen még egyszer a 10 dodót. Köszi szépen. De azért most facecam lesz 5 perc rezgéssel. És köszönöm szépen a subgiftet Karesznak. Hello. Halló! Halló, hallj engem? Igen, kivel beszélek? Városi Józseffel. És amiben segítettek? Szeretnék szerződést kötni önökkel. Milyen szerződés? Ételital. Hova pontosan? Az irodánknak. Jó, de milyen iroda? A Városi Ügyvéd iroda. Hát erről még egyeztetnék, jó? Mert nem nagyon szoktunk így. De milyen lehetőségek vannak? Mert itt megitalt érem? Hát úgy, amúgy milyen lehetőségek lehetnek esetleg, ha a szerződést kötnénk, hogy esetleg 10%-os kedvezmény, vagy 30, vagy 50. Karesz, nagyon szépen köszönöm, hogy kettes... Pillanat, jó, konzultálok, meg ilyenek, és meg visszacsörgök, jó? Jó, felvette a telefont, egy szerződéskötés miatt beszéltem vele. Karesz, köszönöm szépen Okinak és Tapihúsnak a subgiftet. Hallottátok? Egy pillanat kérünk. Ott maradunk a Horniznál. Találkozunk a Horniznál? Nem, mi leszünk ott. Mondjuk ti is a közelben lehettek, hát ha megjelenik. Rendben.
Azt a mindenittégi, micsoda úriember vagy. Srácok, ingyen szub. És közben elindult egy hype vonat, köszi szépen mindenkinek, aki benne volt. Elég sok kocsi van a Holdisnál, valószínűleg bent van. Oda menjünk? Maradjatok a környéken. Hívok rendőrségi erős. Nem jó basszus, nem szólhatunk a rendőröknek. Végig köszönöm szépen Csutikának a subgiftet! És kettes hype vonatba csúsztunk. Basszus, látom. Szerintem látom. Itt van. Igen. Bent van. Látom távsővel. A benzinkúton figyelünk. Tedd már el ezt a gecit. Nézd meg. Rendben, menjünk, megpróbáljuk elhozni békésen. Ti menjetek be elő, és próbáljátok meg előállítani. Az ő kollégek maradjanak itt egyelőre. Menjenek, menjenek ők is. Jézusom, Tigi, ötös bomba! Fögjük már a kurva életbe, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Azt mondtam, négyen bementek, kettő hátul maradunk. Nyakban köztül maradjon? Igen. Mondjátok meg, hogy velünk kell jönnie. Vedd a szokkulót a kezedbe. Ilyen meleg a helyzet, mi is menjünk. A büdös kurva életbe, az előbb mondta be, menjetek befele. Mondom, cigizeket összeszedem, akkor szívjük. Jó napot kívánok, álljanak a falhoz, legyenek szívesek. Jó, fa. Falhoz, ulam. Városi nyomozó iloda, kezeket a falra, nem szeretek mozgolódást látni. Meg zsebében van a kulcs. Már letettem a kulcsokat, nem én zártam be. Ha valahogy kijöttek. Hát mert nem én nyitottam ki, ember. Rendben. Én nem voltam itt végig, én csak most jöttem kajálni. De én elmehetek?
Nem. Egy bizonyos ideig most mindannyiuknak itt kell lenni, hát leúzom a kezét. De miért? Én ismerem a jogaim, én nem vagyok egy állat. Uraim jogukban áll. Kérem, maradjon a falnál. Hozd már vissza. Önök. Igen. Kérem uram, ne csinálja ezt. Meglátott minket az ember hátnak tudott. Jó, visszafordulok persze, csak miért csinálja ezt? Jó napot! Önök van történés hátul? Tedd fel a kezed, baszd meg! Ennyire faszba! Segíts! Gyere, vonna a fegyvert! Jó, bújjunk be a WC-be! Oh. Az, hogy bújjunk be a WC-be! Erősítés hátra! Jó, én hívok rendőrt! Hívjak rendőrt! Meg egy mentőt is! Azt mondja, bújjunk be a WC-be! Digi, köszönöm még egyszer az ötös bombát! Na, hogy hagyjátok elmenni az embert, geci? Káros jöjjön hát! Jól van! Hát jól van, megállni! Megállni! Maga meg kezeket feltelünk! Szönnyugi, nyugi érted! Fel a kezeket! Bezárták az ajtókat! Kiszállni a kocsiból! Uci, mi? Uci, mi? Álljon a falhoz! Mi történik itt? Maradja fel, nem. Hátul rádiózik valaki. Honnálad bármi? Átlahúzom a kezét. Nem, mert át fogunk kutatni magát. Nézd le át, Zula, mert utána kötözd meg. Rádió. Jó, szuper. Úgyben, szépen beültetem hátra. Óvatosan. Bocsiba gyerünk. Nem sokára kap enni inni. Nos, tudja, hogy miért van ebben a helyzetben, hölgyem? Tessék! Tudja, hogy miért került ebben a helyzetben? Ismertetném a tényállást, mert ugye nem volt elég időnk rá a történtek miatt. Most a városi nyomozóirodától vagyunk. Hát beperlem magát csokkolásért, érti a kocsipülök, aztán maga kiszokkol, úristen! Felszólítottam magát, hogy álljon meg, illetve a barátai, az alkalmazott... Fordulj meg! Megvan. És most miért visznek el? Tudni fog róla időben. Hozz meg! Adjátok a többieket, a lényeg megvan. Menjetek el onnan, nehogy bajotok essen. Értettétek? Értettük. Az egyik úriember menekült előlünk. Egyet is hagyjuk. Most akkor itt hagyjuk? Hagyjátok. Már megkötöztük. Lesz be, hagyjátok ott. Gyorsan menjetek el onnan.
Itt van a Bugatti. Azt mondtam, üljetek már be! Az egészet és menjetek el onnan a büdös picsába! Ennek maga merre van? Megyek az irodába. Hát magának nem kell mentős, mert jól láttam, jól, hogy ott kapott macsitába. Hál' Istennek csak, és épp, hogy megkarcolt szerencsére. Hájítem. Hát nagyon szomjas vagyok, csak mondom, nem, nagyon durván. Azonnal kap emlénni. Nézzétek meg az illoda környékét, hogy biztonságos-e. Balesetet segítek kiszállni. Van önnél bármi? Hát nézem a ruházatát. Tudom, van itt egy rádió. Egy telefont el fogom venni. Ezt most levágom, amíg eszik és iszik. Toltunk ki az irodán felé, körbenézzük akkor. Volt egy kis balesetünk, lehet, hogy kelleni fog majd egy mentő, nem tudom még. Evetti volt? Nem, csak kétszer meg sok voltak fel fogom magukat jelenteni, de persze minden rendben van. Rendben van. Akkor visszateszem a billincset. Óvatosan. Egy sárga gépjármű folyamatosan köröz. Ugyanolyan színű, mint amiben elmenekült egy... Akkor még gyanúsítatnak fél személy. Istenem. Istenem, szállva van a koci. Megvagytok? Tessék? Illodánál minden rendben? Pozitív. Rendben. Szólok, ha érkezünk, legyen nyitva a kapu, amin bemegyünk hátra. És biztosítsátok a környéket. Úgy lesz. Carlos? Kim? Kéne egy kis segítség ide azért, hogy így eltűntél. Nem tűntem el, feljövök ide a hátom meg, hogyha elbújik itt valaki, vagy be akarok rönni, azt lássuk. Én itt szemben tartom. Ide kéne segítség most. Megyek. Hát itt fog behajtani az autó, nem a túl volt. Üdvözlöm, Muti úr. Üdvözlöm. Kézbesíteném a megrendelést. Ó, nagyszerű. Helyettünk készen el? Igen, az irodába visszük. Az irodába? Esetleg máshol szeretne találkozni vele? Hát, tudja, ez nem kihallgatás, ez egy üzleti esemény. Értem. Lenne. Rendben.
Szép időnk van, jó időnk van, bármi megfelel nekem. Lendben. Akkor azonnal küldöm a címet, lendben. Köszönöm. Viszal. Nem az illodában leszünk. Nem az illodában leszünk, úgy jó, nem az illodában szeretne vele beszélni. Akkor hol? Még kitalálom. Jó, a kaput becsuktam. A kurva életbe. Pont vannak itt. Minden ember kisasszonyod hátul? Hallanak a rádióba? Igen. Itt van, most hova megyünk? Küldjek Józsi a Bálinnak koordinátát? Küldök mindenkinek. Jó, oké. Okay. Megkaptátok a címet, gyertek? Gyurunk. Nem szólós ott hátul a keze? Indulás mindenki, gyerünk már! Sokkal lesz nagyobb probléma. Rajtózzál még! És azóta se kaptam orvosi ellátást. Nem sokára fog kapni, ne aggódjon. Főnök, itt vannak! Főnök, itt vannak! Na, itt vannak ide! De itt, itt vannak a Bugattival, meg mindennel a nyomozóirod előtt! Mindenki befele! Zárjátok be! Azon vagyunk! Kértek segítséget a rendőrségtől azonnal! Roni, gyere már be! Magunkra zárjuk az ajtót. Önnek ne közelítse meg erősítés nélkül az épületet. Igen, őt várjuk. Nem,
Jó napot kívánok! Merre van a hely? Itt a hátul. Nem a hely. A hely merre van? Tiszteletem. Tiszteletem. Á, itt van minden előkészítve, úgy ahogy akarta. Hol az asztal? Itt. És a székem? Azt sajnos ott hagyjuk. Elegáns helyről beszéltünk, József. Legközelebb jobban figyelek a részletekre. Igen, ez csak részlet kérdése. Ölöznöm el, ma a szájam kinyugodtam. Hát cumi nem tudok, mert meg vagyok kötözve, meg lelettem sokkolva kétszer. És orvosi ellátásra kaptam. Igen. Ilyen nehezen ment a dolog? Hát igen. Mindig zárva van a koci. Jaj, ennek a Tonit felvettük, ugye? Elnézést a kellemetlensége, Emma kisasszony. Elfordul, kérem. Három dolgot kértem Józseftől. Maga Emma King, ugye? Ja. Biztos, hogy Emma King? Mert így legalább akkor háromból egy dolog rendben nem úgy lát. Na, szép munka József, egyszerű. Köszönöm. Hát igen, kértem egy olyan helyet, ahol nyugodtan tudunk beszélni, le tudunk ülni, egy kellemesen kis üzleti vacsorát, és hogy úgy nagyobb felhajtás ne legyen. Igen. Hogy érzi magát a sokkoló után? Hát kurvára nem jó, de hát nem mindegy. Uh-huh. De kis köcög. Rendben, akkor... József, biztosítsák a helyszínt. Engem lehet különne sokkoljanak vele. Hívták segítséget? Én kérem, mert itt örködnek az ajtónk előtt. Kértem segítséget. Örködnek az ajtóinknál. Hívtam segítséget. Rendben. Ha jól tudom, akkor ön követte el a bankjaim ellen ezt a szörnyű merényletet. Át tudunk négy szem közt beszélni? Nyugodtan igazából. Jaj, nem nézzük itt benne. Picit arrébb menne? Természetesen. Szóval... minek tudható be? Az jutott el a különbe, hogy... valamilyen megolvott rám. Á, elmondjam a történetet? Persze, felettébb érdekel. Á, képzelj el, hogy jött egy ilyen nagy kamion, érti? Nagy vegyi anyagokat... Ja, halló? Ja, szia Józsi, mondja, nincs elmentve a számod, új számod van? Á, igen. Figyelj, szak, megtámadták a nyomozóügyvonát, és a nyomozók bent vannak, esetleg ki tudnátok nézni? Mindjárt kiküldök egy egységet, mert én jelenleg rabláson vagyok, mit ne átszólok másik rádiót, és akkor küldök egy-két egységet. Meg ki? Mondjad. A Holdingsból van problémánk. Jó, végeztem a bolt, akkor kereslek, beszélünk. Jó, egységet küldj. Jó, szia. Szia. Ja, igen, de a pénz meg van a szép. Pénzben nincs, ugye? A pénzben van a szépben összesben, ha nem nyomtunk hozzá. Igen, de hát azért ott elég nagy. Kaptam egy kiadó számlát a javításokról. Mondjuk nekem volt el biztosításom úgy, hogy igazából amúgy is felszerettem volna. Kérjön vissza. Valamilyen utom módon még... Egy sárga... Egy sárga, narancssárga Mercedes elkezdtek minket követni. Meg ugye a Bugatti-val. A Mercedes már célba vették a rendőrök. Egy telefon is megteszi, hogyha megcsörgetnek igazából. Annyira nem volt szükséges ezt megejteni. Hát nem is tudom a telefonszámát, tehát még a polgármester is elhajtott minket. Mit csináljunk? Hát nem tudom, a 400 ezeret tartozásom, már mindjárt két hónapja. Hát nekem
Igazából ez a... Na, azt hiszem, hogy nem tudtak nyitni a fiókok. Rengeteg készpénz felvételi... Kér, kölcsi, becsuktam. Amit én kiszoktam számlázni, elestem tőle. Lejövök a ládióra, lúton a segítség. Ahogy itt végeztem, visszajövök ládióra. Kiértekezett a rendőrség, elindultunk. Hova indul? Mit még mondjanál? Már nem kell jönni. Megtörtént az átadás. Nekem az alkalomzat ugyanúgy kell fizetni. Minden költség ugyanott van, annyi, hogy nem generált a forgalmat. Nálam is ugyanez volt a horni, mert sem volt forgalom, mert jó. Ja. És fizetési tudtam adni neki. És... Mert az én dolgaim rendeződnek, de... De hogyan tudnánk úgymond békét kötni? Hogy abban maradjanak ezek a... Ám, mit szólna hozzá? Ám, van két, ám, kettő egyben. Az egyik odaadom ezt a csekket, amit izé, és akkor magadzi azzal a kis mutyival. Uh-huh. Elfelejtettem már a nevét, majd visszakeresem a felcsi számot. Ám, meg a másik mutyat lökjem már bele, amit nem néz meg. Még meg azt megoldjuk. Á, jó. Ám, megkeresem a telcsit, odaadom majd utána papírokat. Nézzem el, ki volt az az ember. Visszadnánk a telcsim. Természetesen. A köcsi. Mi a cég neve, meg ilyesmikre lennék kíváncsi. Ja, de az iratomban benne van. Közben én nézem, hogy mit csinál. A pénztárcámba turkáló. Állj egy pillanat, mert nagyon sok papír van. Csak nyugodtan. Á, megvan. Neumann Izsák. Úgy hívják az urat. Á, odaadom a papírt. Hát a... Ez egy gór. Duna House Kft. József, megfognál a táskámat? Legyen szíves. Beszedett le ugrani? Nem, fogja meg a táskámat, jó? Hát jó. Ja, Flanky. Most három egységet kiküldtem. Köszönöm. De most akkor kit követ a narancsárga jármű? Igazából nyomozunk a Emma Kingeren a... Tiszta sor, igen, csak igen. Hogy kit követ a narancsárga jármű? Hát magunk se tudjuk. Mindenki követ ott mindenkit, ott vannak az irodánál, figyelik a kiállatokat, bejáratokat. Ki akarják végezni a nyomozókat? Az baj. Elhoztuk az Emma Kinget, mint főgyanúsított. Faszam. Jó, mindegy, vége a boltnak, akkor megyek a nyomozóirodához, aztán beszélünk, addig azt az egy egységet ott hagytam, mert a másik kettő az meg kell nekem. Nagyon hálás vagyok, Flanky, köszönöm. Jó, köszi Józsi, szia! Szia! Egy rendőri egység ott marad a nyomozóirodánál, minden rendben? Éppen a rendőrökkel beszélgetünk. Rendben, becsatlakozok. Rendben. Akkor ezt úgy rendezzük, hogy... Ismerem ezt a céget. Én akkor rendezem oda az önök tartozását, rendben? És akkor így... 50-50. Jaj, József, adja vissza a táskámat, hagyj rakjam ezt a papírt bele. Adat, és csak... Rendben. És van. Köszönöm. Á, és akkor most a bankokkal hogyan tovább? Már ott megkezdődtek a... kármentesítések, azt majd én intézem igazából a biztosítómmal. Ezt a kis apért ezt meg elfelejtjük, én meg jó, a Duna House-szal intézem. Igen? Nem. Sokat jelentene, ha megkérni a hölgyet, hogy ne legyen ebből probléma. Nekünk. Nem lesz senkinek probléma. Szerintem úri emberek vagyunk, úri hölgyek, mindenki el tudja intézni, jobb a békesség. Emma King kisasszony gondolom nem vágyik erre, hogy
itt hatalmas nagy nyomozások induljanak ellene. Én rendezem a cekket a Dunahaus felé, ő pedig akkor nem is tudom, hogy gondolom Emma King is akkor így fátlad rá, ugye? Á, erre rész régen, de arra, hogy megsokkolt, tehát arra nagyon nem. A kétszer is. Nem. A kis szemét. Szeretném, hogy jól a megoldható lenne, hogy arra is fátlad, Bonnie. De szerintem van egy megoldás. Jaj, József! József! Igen? Álljon oda ki a szélére. Nyugodtan. Yeah. De... Igen? Na, mit lát? Mondja el, mit lát. Nézzem bele a tükörképbe. Vizet látok. És? Nem látja magát? De igen, látom. El is búcsúztam magamtól. Nézze csak tovább. Igen, szia! Álljon meg! Ááá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 
Nem. Nem erő volt szó. Jó vagy, Józsi? Nem volt szó, nem jószik itt belehúzott. Azt hiszem ez a kis hideg víz, igen. Ez ugye... mindig tudja, hogy mire vágyom. Igen, ez a hideg víz azt hiszem kitisztította a fejeket, és már nem ellenségesek. Ugye? Szent a béke. Van, persze. Kofáltat rá. Jó, hát én ezt meg be is dobom ezt a 2 millió eurót, akkor azt hittem, hogy szükség lesz rá. Dobja! Megfagy! Szuper. Viszontlátásra! És most ő lett gazdag, most komolyan! József úr! Istenem! Parancsoljon! Legyen szíves, dobja már be akkor a szoda! A kollégát? Nem a kollégát, a táskát! Annyi úszol ott magának! Eurót? Igen, ezt már elkönyveltem veszteségnek. Az nem a kisasszony megelégedett el. Nagy veszteség, ez mindannyiunknak motivál. Nagy veszteség, de tudja, akik nem áldoznak fel bizonyos dolgokat, azoknak sose lesz több pénzük. Hát, igen, igen. Életben most az én úgy pénzem az... lett volna. Én elfogadom a muti úr áldozatát. Hát a kis szemét. Dobja be, kedves József. Rendben. Agyázzanak el a sós vízbe. Ne legyen probléma. Integessen neki, József. Biztos? Biztos. Hagyj vigyel az áramlat nyugodtan szépen. Hagyj vigyel, igen. Hagyj vigyel. Istenem, miért na, tudtad el? Ugye, hogy jobb József, hogy így megkönnyebbült, hogy így elengedte? Igen, az elengedés az... Fontos elengedni a dolgokat. Elkövettek egymás ellen dolgokat. Nyugodtan. Engedjék el. Elengedem. Viszlát 2 millió. Viszlát. Kacsú mi? Jaj, és... Hagyd ne feledjem a... Azt mondja, hogy itt ez egy sürgősségi eset volt, önöknek ez sikerült határidőn kívül a 3 feltételből, és hát az időt is hozzáveszünk, 4 feltételből egy dolog felelt csak meg, már pedig az az volt, hogy az Emma King kisasszony hozzák ide elém. Számnapi volt erőt, az azt jelenti pontosan, hogy
Remélem nem sokkal tartozom, Mutyi úr. Egyszer azt mondja, itt van 100 euró. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. Elfér még magánál? Persze. Így. Tessék. Hát te most valami nyomozó vagy? És itt van egy sportszelet is így. Köszönöm. Nincs mit. Na. Te most nyomozó vagy? Igen, az vagy. Na és mennyi mindent adtál be rólam a rendőrségre, csak 2000? Ezt még kéne megválaszolnom. Hát mert most jó lenne tudjam, érted? Mert ez el lett rendezve, most akkor keres a rendőrség, vagy nem keres, vagy most nem érjem. Most nem a rendőrségnek nyomozunk, mint észrevetted. Akkor a rendőrség nem tud semmit? Még nem. Igaz, hogy még nem. És ez így is marad, amennyiben megtartjuk a jó viszont. Á, most megfenyegettél? Nem, tényt közöltem. Ez fenyeget így volt. Én nem kérek semmit cserébe, csak hogy tartsuk meg a jó viszonyt. Ez fenyegető? Emma kisasszony. Ja, mert mondjuk valami nem úgy sikerül, akkor meg bemész, ezt felnyomsz a rendőröknek, hogy nem éjtem. Mármint mi nem úgy sikerül, nem úgy gondolja hát a kisasszony, hogy sok közös üzleti dolgunk lesz egymással a jövőben? Á, még hányszor fog lesokkolni, mert akkor inkább nem üzletelek magával. Vagy ha esetleg elsózza a burgonyámat, az nem lesz elég indok arra, hogy bemenjek a rendőrségre, felül megnyugtathatom. Viszont ha egy nyomozomnak is egy hajaszára meggörbül, az már egy elég indok. Hogy mindent egy nagyon nagy aktát átvigyek. Á, és akkor egész életemben majd ez lesz. Zsarolni fog ez az aktával? Hát, miért elvezi esetleg a nyomozóimat bántani? Hát nem éppen, csak most érti, ez úgy jön le, hogy akkor... Nem értem, hogy mi a aggodalmának az oka. Hát de ha mondom, ha bármi történik, mondjuk 2 év múlva érti. Akkor 2 év múlva ne felejtsd el ezt a pillanatot. Hát értem. Akkor edd ki a seggem. Á, elvinne kérem szépen. Á, kérem vissza rádiómat. Csak köcim, még találkozunk, Csumi. Viszlát. Áó. Te kis köcök. Egy pillanat, Mutyi úr. Várna még egy percet? Most, hogy megbeszéltük az egész akta, amit a nyomozás alatt elértünk. Kiszálltam a másik oldalon, rakja be ide hátra. Szeretném, hogyha bármi történik, akkor intézkedne. Persze, mindenféleképpen. Dobja be oda hátulra. Viszont látásra. Ja, és József majd ennek utána kellene nézni. Valonnan ismerős az a Neumann Izsák név, meg itt a Dunahaus, de nem rémlik pontosan, hogy honnan. Nézzem már utána, hogy kik a tulajdonosok, hogy kigyomendezni náluk ezt a tekket. Rendben, köszönöm. Azonnal állunk. Hű!
Azért... Károly... Ez kemény volt. Ilyet se láttam. Annyi pénzt nem is láttam életemben. Nem az, hogy mi úszni hagyjuk. Úszni hagyjuk. Végeztünk. A csere megtörtént, ügy lezárva. Indulunk vissza az irodába. Itt vagytok? Megvagytok, Bálint? Ja, aha. Irodánál minden rendben, mert mi végeztünk. Jó, rendben, oké is. Hello. Jó, rendben van minden, csak a nagy bogarat kapta. Hiszen valószínűleg azért nem hallott rá, de minden rendben van. Rendben. Éppen a rendőrökkel beszélgetnek. Mi hamarabb be kell élnünk. Ti a Flanky, kettőnk az irodában vagyok. Jó, köszi, szia. Szia. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy biztosították a területet. Ma most mondtam épp, hogy meg fogjuk erősíteni maguknál itt a jelölt, hogy ne legyen semmi gond, vagy inkább keves. Nagyon hálásak vagyunk érte. Kérem. Jó, rendben van, mennénk is, mert nekünk megint dolgunk van. Köszönöm, viszontlátásra! Ja, az úrnak sikerült végül elintézem, miért benn volt a rendőrséget? Igen, igen, sikerült, köszönöm. Jó, rendben. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra. Hát eddig ez volt a legérdekesebb szeretnék gratulálni mindenkinek. Mindenki itt van. Valaki még hiányzik, igen. Dobok Carlos ott jön, a John ott van, valaki még nincs meg, az ügyvéd úr nincs meg. Ő mondjuk nem is volt itt. Na, igaz, igaz. Csak akkor mindenki megvan. Gyertek ide, közelebb! Csak
Johnny, de tudna jönni? Hova menjünk? Ma egy óriási sikert alattunk, kollégák. Ti még nem tudjátok, de nagyon régóta nyomoztunk egy bizonyos Emma King után, aki elég nagy károkat okozott a városvezetésnek. Biztos feltűnt nektek, hogy pár bank fel van gyújtva. És most sikerült őt elhoznunk, és nem akárhonnan. Egyenesen az oroszlán barlangjából, nagyon büszke vagyok, látok. Köszönjük szépen. Igazán szép munka volt. Egyébként minden simán ment, nyugodtan be tudták vinni a rendőrségre? Nem a rendőrségre vittük. Ha nem. Szóval gratulálok mindenkinek. Köszönjük. Gratulálunk és köszönjük. Elmondom, mert végül is tudnotok kell róla. Ez egy megbízás volt. Gondolom, ez nem okoz meglepetést. De nem. A Mutyi József megbízása volt. Mutyi Józsefé? Igen. Ki az a Mutyi József? Elnézést. Nos, ha szalsz egyet, az is Mutyi Józsefé lesz. Minden, amit látsz, ez Mutyi Józsefé. Te is Mutyi Józsefé vagy. Minden Mutyi Józsefé. A biztos nem vagyok. Mutyi Józsefé. A nyomozó kis Mutyi Józsefé, de még a gangsterek is Mutyi Józsefé. Szóval el akart beszélgetni a kisasszonyjal a károkozásért. Értjük. És ez a Mutyi József a rendőrök felett áll? Minden felett áll. És erről szólt a rendőröknek, hogy nem a rendőrségre vitte? Nem. Hát ez baj. Baszki! Az baj. József. Ez olyan, mint hogyha összejátszott volna egy terrorszervezettel. Miért? Hát mert egy terrorcselekmény történt, és átnyújtotta ezt a terroristát egy másik... Hát ugye magá azt mondja, hogy minden az övé, mert én nem ismerem. Én elég fura. Nos, nézze, Antoni, ha magának a kisboltját kilabolják, és én oda viszem a tolvajt, az terrorcselekmény? Nem. Önbíráskodásnak hívják. Nem. Szóval legyen az, hogy állami börtönbe szerítettek életfogytiglanra, nem tudom. Nem kell hazudni. Senkinek sem kell hazudni. Ja. Akkor ezt a rendőröknek is felvállalhatjuk. Természetesen. Úgyhogy József volt a megbízónk. Mi egy magánnyomozó iroda vagyunk. Aki megbíz minket, annak a megbízását teljesítjük. Független magánnyomozó iroda vagyunk. Értem. Rendben. Rendben. Hayden? Parancs. Gyerjön közelebb, legyen szíves. Igen. Maga miért néz ki úgy, mint egy 9. osztályos? Hát uram, beraktam a fegyveremet, mindenemet beraktam be. Én is alá írnám a felmondásomat. Hogy? Felmondás. Hát igen. Hogy mondta? Most pakoltam be a szekrénybe, uram, mindent. Mértem, de mi vezetett el, nehogy felszeretne mondani? Hát, hogy is mondjam magának. Ó, kezdjem. Ott kezdem, hogy aki kilépett kollega. Hát, elég nagy pénzt fizetnek, hogyha velük tartok, vagyis ha vele tartok. Valami jó munkát ígértek. Kilépett kollega? Igen, a Ferenc kilépett. Ja, Ferenc. Miért volt is itt? És lefizette magát, hogy lépjen ki tőlünk.
Ez csak aztán becsületes tett, Ferenc. Elég komoly eurót ígértek, hogyha úgymond nekik dolgozok. Értem, akkor magának a becsületét meg lehet venni. Nem is tudom, mit keres a Mori. Maga kicsoda, elnézést. Tony vagyok. Na. Bőleg nyomozó. Hát a megbeszélésen arról volt szó, hogy a maga becsületét nem lehet megvenni pénzért. Ez így igaz. Azonban most mégis? Nem a becsületemet vettél, meg megfizetik a munkámat. Miért itt nem fizetik meg a munkáját? Van. Hát 1500 eurós óromért ígértek. Aztán kíváncsi vagyok, mert korom az... És mit adnak még ezért? Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mivel jár ez. Hát nem tudom, majd elválik, mi lesz ebből. Na meg mi lenne a munka? És akkor mi bűnöző lesz, vagy mit képzeljük el? Hivatásos bűnöző? Dehogy leszek én bűnöző. Hát Lendben Hayden, sok sikert kívánok magának a jövőben. Így van. Igen, én ezt elintézem addig az irodából le. Lendben, fény másod, majd le azt is három példányba kipostázzuk a feléjével. Remem. A kilépő papírjaidat megkapod majd olyan 4-5 napon belül. Á, uram, nekem mindig hamarabb kéne az a papír. Hát sajnos ez nem így működik. Kilépő papír 4-5 nap, és még a regisztráció 7 nap. Hát ilyen nincs, uram. Hát ha én fölmondok, akkor fölmondok, tudja. Hát pedig van. Sajnálatos. Jöjjön, majd lekaratézzük az irodába. Rendben van. Mert akkor elintézem a Ferencét is. A Ferencét már elintéztem, azért kellett fémásolni. Értem. Megkérdezem a főnöktől, csak ne dadog, visszahívlak 3 perc. Ne egyre furább. Minden. Jó van, bocsna, visszahívlak. Nagyon. Merek eladják a főnök, lelküket. Tudnánk beszélni? Persze. Jó, annyi van. Itt most, nem, végül is itt is most lehet. Nincs itt a... Nem hiszem, hogy bármi titkolni valók lenne a kollégák előtt. Nincs. Fölhívott megint a káposztás Guszti, hogy... Az ki a Ferenc... káposztás Guszti? Vagy mi a neve? Akit múltkor behoztunk, már a kollégákat meg akarta késelni. A Rigónak a nagy... spanya. Akit... Akihez mentőt kellett hívni itt a hátsó sikátorunkba, mert lesokkoltam, tudja? Na igen. Aki összerugdost a kolléga Royce-t. Na. Ő az a káposztás Guszti. És a lényeg az, hogy fölhívott, mert másodjára kérdezte meg, de most azt is, hogy ez a kolléga és a Ferenc kolléga már még nyomozók-e. És a kérdés az, hogy el akarjuk intézni, hogy soha ne vegyék fel a... Kollégák, valaki még megeszi ezt a fánkot? Nem, megye még. Szóval el akarjuk intézni. Én! Sába. Odaadom a felét, tessék főnök. Nem kell. Hát jó. Szóval a kérdésem az, hogy én azt sejtem, hogy ezek a megbízók. Nos, hogy ez a Carlos. Ez már nem a mi dolgunk. Ahogy kilépnek az ajtón, engem nem érdekel, hogy mit csinálnak. Akkor megmondhatom, hogy nem nyomozók? Mondja meg nyugodtan. Jó. Szia, Isaac! Mizó? Minden rendben, képzeld el, hogy óriási sikert alattunk. Igen? Igen. Mennyi a jutalmunk? 900 euró. Mennyi? 900. Akkor mi csak itt állunk. Ezen? Nem. Sincs. Várj egy picit. Tettem. Választhatok magatoknak egy asztalt. Szóval 900 euró. Helyik szimpatikus. Hűha. De azt mivel megtessünk, tankoljunk meg a kocsimat, mondjuk. Nem tudom. Vagy lemoszhatjuk belőle. Úgyhogy úgy igazán nagy lelkű volt. Képzeld el, még 2 millió eurót bedobott a folyóba is. A folyóba? Igen. És nem mentél utána? De igen, de eldobatta velem. Hol történt ez a dolog?
Ott a cementgyárnál. Á, lekáraltam most. Richard, kösz a követés, szavasz. Isaac, már menj. Akkor majd tudjuk egymásnak átsebbészni a fánkokat. Jó, jó, de eléggé a magamnak való vagyok, hogyha fánkról van szó. Ma adok kettőt, én meg megeszem az utolsó. Basszus, azért elhozni tényleg a Hornisból egy bárkit, tényleg bárkit. Főnök! Igen? Kicsit dolgoztunk, mint ahogy mindig. Meg tudnátok kínálni egy valami cuklós üdítővel? Ó, én is azt kerestem volna. Á, köszönöm. Ne menjen, gratulálok az előléptetéséhez. Előléptetés. Igen, igen. Előléptette. Igen. Igen. Tessék? Szóval, mint ahogy mindig pillanat. Dolgoztunk egy... Hogy a gájszek? Figyelj már. Igen? Te is ott. Melyik vízben? Mondjad már! Hogy melyik vízben? Ott hol? Hát a sílóknál. Pont ott van két síló, és ott van egy létla lefele. Milyen táska volt? Egy fekete fém csatos bőr. Uh-huh. Figyelj, miközben leugrottam vele, becsuktam. Jó. Mindegy. Kicsire nem adunk. Persze. Köszia. Szia! Hogyad? Szóval, utána jártunk a tegnapi fosztogatóknak és boltrablóknak. Kirabolták az óvút, illetve a cukrászdát, illetve minket is túlszul eltettek. Gyanúsítom, hogy hasonló elkövetők. Annyi, hogy a cukrászdát és akik minket kiraboltak, az biztos, hogy ugyanazon elkövetők. Pálinkás Antal és egy társa. Erről meg fogom írni a jelentést. Ülendben mindenképp. Hogy... Jó, oké. Főnök, nekem is lenne egy bejelenteni való. Akkor leszállt a repülőm, találkoztam ilyen fura, ilyen fekete srácokkal, és ő drogot akartak nekem eladni. Vettem is. Ülendben várjatok egy pillanatra, még mielőtt bárki átmegy itt bármibe. Szóval nem lendőlök vagyunk. Megbízás alapján cselekszünk. Ha bármit megoldunk, de ez is megbízás, ki fogja kifizetni? Senki. Semmi értelme. Persze építheted ezeket a kapcsolataidat a jövőben, és sosem tudhatjuk, mikor lesz le szükség, érted? Ja, rendben. Szóval a munka nem felesleges. De azért ne ássunk el senkit ingyen. Mármit nem szó szerint értettem. Ja, értem. Ez nekem személyes ügyem is. De ja. Lendben, nem sikerült őket átöltöztetni? Nem, mert egyből szólt, hogy menj itt a raptor. Igen, igen. Megtennéd, hogy gondoskodsz róla, Carlos? Természetesen. Köszönöm, van szükséged pénzre? Van pénzetek ruhára? Van. Nem nagyon. Meg ugye nekem fegyverengedélyt is le kellene tegyem. Azt hallottam, hogy a bevándorlóknak drágább. Igen, ez így van. Ennyi 3500 a fegyverengedély. Kifizetünk nekik mindent, aztán meg utána meg lelépnek innen. Na mindegy. Azt se tudjuk, ki kutyája borja. Na mindegy.
Alantulni itt a borítékja. Köszönöm. Főnök. Induljatok, majd utána beszélünk. Salom, hallgatom. Üdvözlöm, ügyvéd úr. Itt lenne a kollega, akit vezetnie kéne az úton. A rendben, jelenleg most még a rendőrségen nagyon sok a ügyem van. Most rendben, egy másikat... Tudja mit, ügyvéd úr, ne siessen, megadom a kollégának a telefonszámát, és elintézik egymással, rendben? A rendben, az teljesen megfelelő lesz. Annyit kérnék az ügyvéd úrtól, ha esetleg bármilyen anyagi költség van, és a kollega nem tudja ezt fizetni, akkor ha az ügyvéd úr számolja a kiadásokat, ha van lámodja, akkor természetesen én azt odaadnám önnek. Mindenképpen el tudjuk rendezni. Bármi, ami az útjába áll az ügyvédi költségeknek. Rendben, rendben van, természetesen. Majd kérek számlát róla, és akkor ha az lesz a biztos. Köszönöm, ügyvéd úr, és gratulálok a gyakornokához. Nagyon szépen köszönöm, igyekszem a legjobb tudásom szerint megtanítani. Rendben, jó munkát, viszont. Köszönöm szépen, later out. Önök be tudna jönni az irodába? Igen. Köszönöm. Dolgot egyébként kitállani róla. Azt mondtam, ezért mondtam, hogy nézni, át kéne mindenkit nézni, mert ez így nem jó. Tudnánk beszélni egy kicsi főnök? El tudnád mondani a te részed? Persze. Nos, a múltkor itt a lefoglaltaknál egy káposztás, Gusztáv nevű embert megállítottunk a Carlosszal. Jól mondom, Carlos? Igen. Mondta, hogy ő ismeri ezt az embert, menjünk oda hozzá. Rendben, oda mentünk, majd mondja neki, hogy hol van a zárfeltörő, amit odaadtam neked, vagy amit vettél tőlem. Csak lestem rájuk, és akkor ott volt. A Gusztáv ideadta nekem a zárfeltörőjét, mert elkértem tőle. Aztán megakart az ember késsel. Mindegy, a lényeg, hogy ez a Gusztáv, ez a Carlostól vette a zárfeltörőt, tehát ez a mi Carlosunk, ez elég fekete ügyekben volt benne, és szerintem ez benne van a mai napig is. De nyilván ezt én nem tudom rá bizonyítani, még nem is akarom. Hát meg egyébként van más is. A másik az, amikor bejött ide felvételizni, itt állt a kollega, majd itt volt a Ferenc is, és ugye a Ferenc ugye elég nehezen beszél. Tehát elég lassan. És az ember megjegyezte, hogy megkérdezte a kollégát, hogy a Ferenc fogyatékos-e. Tehát egy nyomozóról így beszélt. Azon nyomba kirúgtam volna innen az irodából. Az ilyen embernek nem itt a helye, erre most itt volt köztük. Sőt, itt van köztük. Hozzáfér, én ezt nem hallottam. Hozzánk a kollega hallotta, mert igen, ő szólt rá, hogy ne beszéljen. Én készítettem, hogy én rendeztem a felvételiztetést akkor éppen. Így van. Hát és miért nem tettél semmit már én? Hát azért valamennyien szinte azért megdorgáltam utána, a felvételi után. De egyébként van más is, mert ugye mivel az úrtól elfelejtettem szigorított erkölcsit kérni, ezért megkértem rá, hogy... Mert említett egyébként valami olyasmit, hogy őt megvádolták egyszer, hogy emberölési kísérlettel megvádolták. Én azt hittem, hogy csak megvádolták, tehát nem nincs benne előéletben, tehát csak megvádolták, de nem jött ki belőle semmi. Na hát kiderült, mikor megkértem, hogy hozzon nekem egy szigorított erkölcsit, akkor kiderült, hogy valójában ő büntetett előéletű. Ezt nem régiben tudtam meg. Na, igen, és ilyen emberekkel dolgozunk együtt. Egy hazuggal, a másiknak nem adja meg a tiszteletet, egy bűnöző. Tehát úgy történt az egész, hogy megpróbálta... Bálint a rádión van.
Megpróbálom. Éppen beszélünk, fontos? Kötelező az öltöny? Igen. Nyugtáztam. Hol is tartottam? Tehát kiderült az, hogy mivel a kórház vezetője, pontosan nem tudom, hogy hívják a hölgyet, aki a főnök a kórházban, őt próbálta meg, vagy nem, ő tett egy bejelentést Carlos ellen, és ezért Carlos berontotta a kórházba egy fegyverrel, és megpróbálta megölni. Mert feljelentette. A múltkor Bálint, amikor mondtad, hogy én vagyok a főnök, kint voltunk telepen, tudod? Igen, emlékszem. Mondtad, hogy jöjjünk el a kórháztól, mert nincs semmi keresni valónk ott. Itt mondott, amit ez nem érdekli, fogta magát és visszabement a kórházba. Parancs meg tagadás. Ez a Carlos volt? Igen, ez mind a Carlos. És volt valami következménye a parancs megtagadásnak? Hát nem, mert én a Bálintnak ezt nem mondtam el. Hát igen, ez eléggé kimaradt. Azt sem mondtam el, az árfeltörő sem mondtam el. Úgy voltam vele, hogy nem szép dolog. Az árfeltörővel igazából nincsen problémám. Lehet, hogy kapcsolatokat építesz, nem tudjuk bebizonyítani, hogy nem így van. Hát eléggé szeretett volna már a karrieri elején beépülni mindenhova egyébként. Igen, ezért gondolom. Tehát van valami esély, hogy amiatt, de azért a többi azért eléggé súlyos. Ezt az árfeltörőt még akkor bizniszelték, amikor nem volt nyomozó. Akkor meg nem tartozik. Igazából egy zárt feltörővel sok mindent lehet csinálni, nem kell legrosszabbra gondolni. Persze. Na persze. És az emberölési kísérlet? Hát az már egy kicsit komolyabb dolog. Csak már amint ezt elmondta, nekem azt állította, hogy várjunk egy kicsit, mert hogy mielőtt én ezt elmondanám bárkinek, mert így is sok van a robásán. Amiben egyébként igaza is van. És mikor volt neki ez az ügye? Pontosan nem tudom már, mikor volt az ügye, de akkor még biztos, hogy nem volt nyomozó. Még egy hónapon belül, vagy két hónapja, vagy szerintem azért még beleesik abba. Nem, említette. Ő mikor is. Azt hiszem, még decemberben. Ha ez így van, akkor már az sem érdekes számunk. Ugyanis még a lehetőségre is felvennék így. Hát büntetett előélettel biztosan nem. Ezeken lévülnek, Bálint. Úgy gondolja? Ez vagyok benne. Mint tudod, én is a rendőrségtől jöttem. Még nem említette. Szóval rendőrségi nyomozó voltam. Itt van még a légi ruhám. Néha felszoktam venni, mikor egyedül vagyok. Képzeljétek el a szitut, a főnököd felveszi a régi munkaruháját és megmutatja. Mennyire cringe, nem? És neki ez asszisztálni kell. Az meg ennek nincs keze. Kurva életbe, miért nincs? Az meg. Hogy én adtam meg a számot.
Még Brazt. Mindig már van. Az igen. Jól áll magán. Hát igen. Kicsit meglepő. Tényleg nem tudtam, hogy a rendőrségnél volt. Valóban nem. Hát mondjuk lehet, hogy sose említettem. Nem, szerintem sose. Rendben van. Elbeszélgetek vele, hogy mert tudjátok, hogy fél lábbal így is kint van. Igen, igen. Lenne oly kedves, hogy ne említse, hogy én mondtam ezt az egészet. Természetesen. Hely, de most magával mi van? Csak erről beszélgetni maradt itt, mindjárt kivezetem. Értem. Sok sikert kívánok a jövőben, Héden. Igen, én is. Köszönöm. Viszont kívánom magam. Köszönjük szépen. Ez ugye... Bocsánat. Micsoda? Viszontlátás, uraim. Jó napot kívánok, rendőr úr. Én csak megmutattam a Bálintnak a légi ruhámat. Azt a rohadt élet. Azt az egész. Jó néz ki benne, főnök, ez karcsúsítja a derekát. Köszönöm. József. Nos, jól néznek ki, jól néznek ki. Ne, József, egy kérdésem lenne, hogyha szabad. Tessék. Itt a kollégák felvetettek egy kérdést, és elég kellemetlenül érint ez az egész, hogy miért kaptam a előléptetésemet, mert azt mondják, hogy már régebb óta itt van, aztán ja, egy kicsit olyan furán jön ez ki. Igen, igen. Hát végül is észrevette a plóbát. Na, ez tény, igen. Maga most már gyakornok. Most mi van? Mi az, hogy mi van? Nem, nem beszélsz. Nem, uram, nem. Tessék. Tessék, ügyvéd úr. Hívott a József, bocsánat, vagy már megbeszéltük? Csak annyi hívásom van, hogy az valami ilyet. Megbeszéltük, átküldöm a kollega számát, és akkor... Jó, rendben van, akkor várom SMS-be. Hamarosan érkezem oda egyébként az irodához. Már rendben. Jó, later out. Nos, megmondom az ügyvéd úrnak a telefonszámát, vegye fel vele a kapcsolatot. Én. Mondhatja. 7-31, kötője 62-30. Még egyszer, főnök. 7-31, kötője 62-30. Még egyszer. 7-31, kötője 62-30. 30, a vége? 7-31, 62-30. Jó napot kívánok! Jó napot! Vladimir Borishoz van szerencsém? Nem. Nem? Ferenchez. Á, milyen Ferenchez? Tóth Ferenchez. Á, Tóth Ferenc, igen. Igen. Tudtam, csak beugratós kérdés volt. Én majdnem beugrottam. Jött dolgozni? Nem. Hát? Tehát van egy szomorú hírem. Már ki van töltve, ne aggódjon. Köszönöm. Remélem gazdag lesz hamar. Igen, biztosan. Hát, három 4 napon belül kipostázzuk, és olyan 7 nap a regisztráció ideje. Rendben. Ebben sok sikert kívánok.
Köszönjük, tehát viszlát. Viszlát. Hát egy jó páran elmentek ma. Hé, Ferenc! Igen. Nyugodtan mondja meg a többieknek is, hogyha a jövőben esetleg nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt eltervezték, akkor keressenek fel. Rendben. Rendben. Vigyázz a magára. Az ajtót kinyitja. Viszont ki volt az örülés, hogy jó, jó munkát végeztek végig. Köszönjük. Viszlát. Viszlát. Ferencék, már bejöttek az irodába? Próbálkozz követést! Már végzett is szerintem. Most jött ki. Mindig a kollégát elviszem. Szerintem a Józsefet keresse szóval az. Jó napot kívánok! Ja. Jó napot kívánok! Azt se tudjuk, mit szeretne az úriember. Csak tudjuk meg, utána majd eldől kiveszél vele. Állj! Itt kell bemenni? Maga mennek? A mentőszolgálatra, mert a kollégának kéne majd a fegyverengedély. Sokkal szükséges. Oké, okay. Vigyázzatok magatokra. Rendben. De hogyha szüksége van rám, akkor itt maradok, aztán majd megcsinálom később. Ahogy gondolja a főnök. Rendben. Akkor menjek, vagy ne menjek? Menjenek, nyugodtan intézzék. Van én nálam, rendben. Ha? Köszönjük. Szevasz, Kramer. Épp Typo streamet nézek vissza, gondoltam én is belézek. Jó tetted, jó tetted. Bármikor belézhetsz ide. Ászoltál Bálint? Igen, annyi, hogy... A Ferenc, a Tóth Ferenc 2 már bejött? Már nem is ment. Értem, rendben. Csak már felhívott a Feri, azért siettem vissza. Már nem ő neki töltöttem a papírja, és szinte vártam. Hát igen, igen. És ezek kizsebeltek engem. Rendben, Ferenc, megyek dolgozok az irodába, besötétitek, ne zavarjatok, rendben. Körülbelül... Visszállt főnök. És... 10 000 dollár. Azt mondtam neked, hogy Ferenc? Igen, és Ferencnek hívott. És kise javítottál, igazán nagyra értékelem. Hát már hozzászoktam. Körülbelül 2 hetet. Rendben, játszint. Nem, egy. Bálint. Igen, igen, Bálint. És a rendőrség semmit nem tett az ügyében. Igazán jó munkát végeztünk ma. És te is? Köszönöm szépen. Köszönöm. Próbálom egybe tartani ezt a csapatot, amennyire lehet. Igen, szeretném, ha... Nem játszottok rajta? Kiválasztanátok az asztalokat. És elmondanád nekik, hogy hogy működik a... jelentésírás. Illetve ha vallomást veszünk fel, azt is szeretném, ha a többieknek elmondanád, hogy hogy működik, hogy... Ne legyen még egy olyan szerencsétlenséges eset, hogy úgy járjunk, mint egyszer. Azzal a szerencsétlen balfasztal, akit nem akarok megnevezni, de tolbamondást tartott a nyomozónak. Hülyez, mert nem is tudom, melyik volt. Én se. Mi van? Vagy nem magának, Józsefi úr, csak... Nos, akkor köszönöm. Belőlem. Köszönöm, Bálint, és akkor az Budában leszek, besötétitek, és belemerülök az aktákba. Nem rend. Jó éjszakát. Jó éjt. Nektek jó éjszakát, én keményen dolgozok. Rendben. Elnézést. Na. Hát basszus. Azért csak megcsináltuk. Nem volt a... Kollégák éppen mit csinálnak? Éppen beszélgetek a nézőkkel. Nem volt a legszebb. Ezt azért észrevettem. Nem a legszebb elfogás volt. De... Azt hiszem, hogy...
hogy másképp nem sikerült volna. Egy kicsit úgy érzem, hogy ez másképp nem sikerült volna. De ahhoz képest azért annyira nem volt borzalmas, és azért öten elhoztuk az Emmát. Úgyhogy szerintem kurva jó volt. Tetszett, hogy sikerült azért elosztani a csapatot. Szerintem részben ennek köszönhető a siker, hogy hátul bevártuk őket. Ha hátul nem lettünk volna ott, akkor biztos, hogy nem jön össze a dolog. Úgyhogy úgy lezárva, köszönöm, hogy itt voltatok. Jó éjszakát! És mindjárt nézem, hogy hova tudunk menni. Bobbyhoz. Megyünk Bobbyhoz. Átmegyünk. NK4-hez. Ott van most a két Feri, meg a Hayden is, ugye a három ember, aki elment. Úgyhogy kicsit meg tudjátok nézni, hogy vajon miért mentek el. Jó éjszakát, jó szórakozást nektek NK4-nél, és holnap találkozunk. Szevasztok, jó ét! Yo, if you don't already know, this song right here is called Tommy T. The man them are here to take over. You already know the fucking vibes. Come on now, you know what I'm saying? Don't know about me, I'm Tommy T. Man was legit at the start, but back in the ends, I'm a real OG. And I was broke for a while, had to sell some fish, I was out at sea. Then I ran into the G's, now making money moves properly. Yo, don't know about me, I'm keeping it real. Golden boy in the building, educate all of them man on drill. I was on stage and I had that still. My team's got serious members, and if they shoot, they aim to kill. On stage trying to cash out deals, and the gem man put out the macro spill. And I ride with a ting, my waist that's casual. If two men hop out the bush, one bullet's gonna make them feel that collateral. In the back of the 125, I'ma jack your creps, I'm a real shoe vandal. And if you're in need of a ride, then your broadcast better be calling up Abdul. And if I'm capping this unnatural, they know all that I speak is factual. 235s of the haze, that's cookie rolled in a suit. I don't need no backwards, jump to the whips like that in manual. Heat from the jigs, nothing I can handle. Let me spin round to the ends where we parked it off, and I light man up like a candle. Don't know about me, I'm Tommy T. Man was legit at the start, but back in the ends, I'm a real OG. And I was broke for a while, had to sell some fish, I was out at sea. Then I ran into the G's, now I'm making money moves properly. Don't know about me, I'm keeping it real. Golden boy in the building, educate all of them man on drill. I was on stage and I had that still. My team's got serious members, and if they shoot, they aim to kill. On stage trying to cash out deals, and the gem man whipped out the Mac on spill. What's that? It's the charts. If you pull up on you and your friend, and I'm back at the match, make a say or large. If I slap this stamp at your head, then that's the conclusion. Yours truly, man, wanna